Köszöntjük Önöket! Ez az RTL Klub híradójának külön kiadása. Folytatódnak a tüntetések Budapesten. A Gyurcsány Ferenc ellen tüntető tömeg egy része a Magyar Televízió székháza elé vonult, ahol már több sérült is van. Többen be akarták törni az intézmény ajtaját. A rendőrök egy könnygázgránátot dobtak a tüntetők közé. A helyszínen van tudósítónk Ruzsisz Dávid. Szervusz Dávid, mi történik most? Jó estét kívánok, itt a Szabadságtéren rendkívül feszült a helyzet, több ezer fiatal gyűlt össze, akik megpróbáltak bejutni az MTV épületébe, azt követelték, hogy bemehessenek, hiszen ezt a célt az ő pénzükből finanszírozzák, azonban rendőrök állták útjukat, rohamrendőrök állnak a TV bejárata előtt, nem túl sokan, olyan 20-30 rendőr lehet, a tömeg egy része megdobálta őket. Először csak üvegekkel, műanyagpalackokkal, aztán később kövekkel is, de volt olyan, aki még be is törte a tévé egyik elég magasan lévő ablakát. Aztán többször kivették itt az uniós zászlót a helyéről, majd mások is szarakták. Vannak, akik megpróbálják csitítani a tömeget, egyelőre nem lehet tudni, hogy mi lesz a vége. Volt olyan pillanat, amikor a rendőrök könyvgázt is bevetettek, és hát volt itt egy mentőautó a sarkon, amelyik színén állt, elment. Nem tudni, pontosabban én nem tudom, hogy vannak-e sérültek. A legutóbbi hírek szerint van néhány könnyebb sérült. Füstbombákat dobott valaki a rendőrökre, ezért néhány embert kiemeltek a tömegből a Kossuth téren. Több ezer ember gyűlt össze estére, akik hallgatták Kerényi Imre, Wittner Mária, Csurka István szónoklatait, és azt skandálták, vesszen Gyurcsány. Ezt a fiút azért vitték el a rendőrök, mert üveget és paradicsomot dobált. A tömeg délután óta folyamatosan a miniszterelnök lemondását követelte. Vidékről is egyre többen jöttek, volt, aki több napra készült. Egy bujáságyút hoztam, 500 adagot tudunk egyszerre főzni, és mindaddig itt szeretnék maradni, amíg le nem mond ez a kormány, és egy végés választás nem lesz. A rendőrség nagy erőkkel vonult a helyszínre, méterenként álltak a rohamrendőrök a parlament előtt. Néhányan petárdákat dobáltak és tüzeket gyújtottak. A több ezres tömeg folyamatosan énekelt, skandált és zászlókat lobogtattak. A tömeg azt kiabálta, hogy a miniszterelnök mindannyiukat becsapta, ezért új választás kiírását követelik. Itt maradunk, a valódi rendszerváltás! A tömeg azt tervezte, hogy átsétálnak a képviselői irodaházhoz, de egyelőre csak néhányan indultak el. A helyszínen van tudósítónk Détóth András. Szervusz András, mi történik éppen most? Szia Neti, üdvözlöm a kedves nézőket! Itt mellettem is jól látszik, hogy a Kossuth térnek ez a része kiürült, ugyanis egy kisebb káosz alakult ki itt a tüntetésen. Valaki, akit nem láttunk pontosan, fölment a színpadra, és elkezdte felhangon kérni a tömeget, hogy azonnal menjenek át az MTV-hez. Pontosan nem tudtuk, meg nem hallottuk, hogy miért is, de egy jó nagy csapat, ahogy ezt láthatták korábban, át is ment. Akik viszont itt maradtak, azok folyamatosan azt mondják, hogy elhatárolódnak a vandáloktól, ők nem azért jöttek ide, hanem azért, hogy kikényszerítsék Gyurcsány Ferenc lemondását, és a kelet csöndben is meg tudják tenni. És azt szeretnék, hogy aki nem vandál, de elment azért, hogy megnézze, jöjjön vissza ide. Egyébként itt van mellettem Sön Péter, a BRFK szóvivője. Szóvivő úr, mit tud most mondani, meg tudják-e osztani a rendőrök az erőket, ott is kellő erő van, és itt is ez a kérdés. Természetesen, hiszen több helyszínen folynak jelenleg az események, egyrészt itt a Kossuth téren, itt is van egy rendőri biztosítás, és a Szabadságtéren tévészékháza előtt oda is átvonult egy kisebb létszámú, mint ami itt van, csoport a demonstrálók közül, így természetesen oda is átvezényeltek rendőri egységeket a biztosításra, valamint további tartalékerőket is szintén a Szabadságtérre vezényeltek. Számítottak-e ekkora megmozdulásra, számítottak erre, hogy esetleg ilyen történik ma este? Minden esetőségre fel kell készülnünk, és fel is készültünk, ezért mondom azt, hogy további tartalékerők bevonására is sor kerül, hiszen amennyiben a helyzet úgy kívánja, akkor újabb rendőri egységek vonulnak a Szabadságtérre, adott esetben pedig ide a Kossuth térre. Azokkal, akiket előállítanak, vagy akiket most itt dobálóztak, itt petárdát, ott pedig most ugye történnek ezek a dolgok, ővelük mi lesz? Két főt állítottak elő, egy rendzavarás szabálysértés a szabálysértés miatt, illetve egy másik főt pedig hivatalos személy elleni erőszakbüntet megalapozott gyanúja miatt. Mind a két személyt az 5. kerületi kapitányságra állították elé, elszámoltatásuk folyamatban van. Oszlatásról továbbra sincs szó? Egyről nincs szó, itt a rendezvény biztosításáról van szó. Sön Péter, köszönöm szépen. Ahogy hallhatták, a szóvivő elmondta, hogy kellő mennyiségű rendőr áll rendelkezésre, ha szükség van rá. Egyelőre nem tudni, hogy mi lesz belőle, hiszen azt mondják itt, hogy a legnagyobb probléma az, hogy a tüntetésnek nincsen vezetője, tehát nincsen az az ember, aki kordába tudja tartani. Mindig valaki fönt van, vannak hangadók, de ez mindig csak attól függ, hogy mennyire tüzeli fel a tömeget, hogy éppen kiállott.
Tétót András, egyelőre köszönjük szépen. A szocialista képviselőcsoport egyhangulag úgy döntött, hogy továbbra is támogatja a kormány politikáját és az ezt megvalósító Gyurcsány Ferencet. A miniszterelnök azt mondta, szerinte az a kérdés, hogy az MSZP-ben van-e kellő erő kitörni a rendszerváltás után felhalmozódó politikai féligasságok és hazugságok csapdájából. Miközben kint a képviselői irodaházat védő kordon épült, bent gyülekeztek az MSZP-s képviselők csendben. Hivatalosan csak néhány rövid nyilatkozat hangzott el a frakcióülés előtt. Az MSZP kiáll Gyurcsány Ferenc Magyarország miniszterelnöke mellett. A magam részéről személyesen biztos vagyok benne, hogy a szocialista képviselők megingás nélkül kiállnak a miniszterelnök, a kormány és a kormány politikája mellett. Magyarországnak, ahogy eddig is, úgy ezentúl is nyugalomra és békességre van szükség. Nyugalomra és békességre van szüksége, hogy az országot a gazdaság területén és minden más ügyében előbbre tudjuk vinni, hogy egy modern és korszerű Magyarországot hozhassunk létre. Az ajtó nem sokkal öt után bezárult, csak a leskelődés maradt. A nyugodtan cigarettázó képviselőkkel és a jelenléti ívet őrző alkalmazottakkal. Gyurcsány Ferenc csak késve érkezett meg, akkor is a sajtót kikerülve a hátsó ajtó ment az ülésterembe. Kezdhetjük? Amilyen csendben mentek be, olyan csendben is hagyták el az üléstermet az MSZP-s képviselők, látszólag nyugodtan. A szocialista képviselőcsoport egyhangú szavazással a következő állásfoglalást alakította ki. Ahogy eddig is, továbbra is támogatjuk a kormány politikáját és az ezt megvalósító miniszterelnököt. Támogatjuk, mert ezt a politikát közösen alakítottuk ki, és közösen fogjuk sikerre vinni. Örülök annak, hogy a frakció vezetése végül szavazásra tette fel a kérdést, hogy ne sok értelmű és általános legyen ez a támogatás. A szavazás egyhangú volt. Gyurcsány Ferenc elmondása szerint mindössze 200 szólt bele a frakció vitájába. Először arról beszélt, hogy nem kell foglalkozni azzal, hogyan került nyilvánosságra a hangfelvétel. A miniszterelnök szerint ennél fontosabb kérdések vannak. Nagyon világossá tettem, hogy ez az ügy, ez nem személyes kérdés, hanem abban való világos döntés, hogy van-e a Magyar Szocialista Pártban kellő erő, hogy a rendszerváltás után felhalmozódott politikai féligasságok és hazugságok csapdájából kitörjön. Sólyom László nyilatkozatával nem foglalkozott az MSZP frakció. Gyurcsány Ferenc ugyanakkor azt mondta, egyetért a köztársasági elnök kijelentéseivel. Az elnök úr nyilatkozata közjogi értelemben akkurátus és pontos. Egyetértek azzal, hogy a demokrácia intézményeinek, szabálynak, normáinak megerősítése és a közbizalom helyreállítása a legfontosabb. Egyetértek azzal, hogy ebben mindenkinek a maga felelőssége szerint kell cselekednie. Éppen ez a fajta felelősség az, amelyből következik mindaz, amit a Magyar Szocialista Párt tesz, hogy azt mondja, hogy fordulatra van szükség. Folytatjuk, amit megkezdtünk. A kormány kitart amellett, amit elkezdtek, folytatják és végrehajtják a már megkezdett reformot, ahogy mondták, a többség érdekében. Újra kapcsoljuk Ruzslisz Dávidot, tudósítónkat a Szabadság térről, mert azt a hírt kaptuk, hogy a tömeg betört a Magyar Televízió székházába. Szervusz, Dávid! Szervusz, jó estét kívánok! Igen, most nagy menekülés van itt körülöttem éppen. A tömeg fél perce vagy egy perce ezelőtt betört a Magyar TV székházába. Oda benn volt a csetepati, a rendőrök most ellentámadást nyitotta, és könnygázzal, ahogy innen látom, könnygázzal próbálják a tömeget, meg talán vízzel, vízágyúval kikergetni az MTV épületéből. Egyébként korábban petárdákat is dobáltak a rendőrökhöz, és felszettek innen utcakövet, a rendőröket azzal próbálták megdobálni. Pillanatilag ez a helyzet. Egyébként viszonylag kevés rendőr van itt, tehát a 20-30 rendőr lett közvetlen az MTV előtt, és egyelőre nem látszik, hogy a környező utcákban erősítés érkezne. Céljuk a tüntetőknek azzal, hogy az MTV székházában bementek?
Ez nem derült ki világosan, a tüntetők annyit mondtak itt hangos beszélőn, hogy be akarnak jutni az MTV épületébe, mert az az övék. De azt, hogy pontosan mit akartak bent csinálni, ez nem derült ki számomra. Dávid, köszönjük szépen, hogyha további információkhoz jutsz, kérjük jelentkezz. Természetesen. Fidesz frakció szerint Gyurcsánynak mennie kell, és a Fidesz minden alkotmányos eszközt fel fog használni ahhoz, hogy ez meg is történjen. Ezt Navracsics Tibor frakcióvezető mondta délután, amikor pártja a kereszténydemokratákkal egyeztetett. Közben Orbán Viktor egy nappal lerövidítette brüsszeli tárgyalásait, és még éjjel Budapestre érkezik, jelentette a Független Hírügynökség. A Fidesz frakciója 6 emelettel feljebb, de ugyanabban az épületben és ugyanabban az időben kezdte meg a tanácskozását a kereszténydemokratákkal közösen. Jöttek párak, akik nem szarakodtak azon, hogy akkor megyen önkormányzatban, lesz-e majd helyük vagy nem. A jobboldali képviselők 2 percig hallgatták a miniszterelnököt, következtetéseiket Navracsics Tibor frakcióvezető foglalta össze. Gyurcsány Ferenc mára egy tegnap esti és ma reggeli szózuhatag után eljutott oda, hogy valójában nemzeti hős. Ő az, aki szembe mer szállni a hazugságokkal, hiszen ő szerinte 16 éve itt mindenki hazudott, itt becsületes emberek élnek ebben az országban, a politikusok is becsületesek, az ország ebben a 16 évben, beleértve a politikai rendszert is, számottevő eredményeket ért el. Az üzleti világból érkező ember úgy gondolja, hogy minden megengedhető azért, hogy ő hatalmon maradjon. Ha hazudni kell, hazudik. Onnan tudjuk, hogyha 5 évig kell hazudni, akkor nem fog-e 5 évig hazudni, vagy 10 évig hazudni. Arra a következtetésre jutottunk, hogy Gyurcsány Ferenc a magyar politika nem kívánatos személye lett. Mert nem felel meg a civilizációs normáknak. Mert az alapvető hitelessége semmisült meg morális szempontból teljesen. Azt szokták mondani, baloldali kampánytanácsadók is azt szokták tanácsolni, hogy olyan politikust válasszunk, akitől megvennénk egy használt autót. Milyen használt autó kereskedő Gyurcsány Ferenc? Biztosak lehetünk benne, hogy amit ő Ferrariként árul, az a legjobb esetben is egy lejárt műszaki vizsgával rendelkező Trabant. Gyurcsány Ferenc és kormánya menjen. Mennie kell, az MSZP-nek és az SZDSZ-nek le kell váltania a miniszterelnököt és kormányát. A Fidesz, a Magyar Polgári Szövetség alkotmányos alapokon álló párt. Minden alkotmányos eszközt megvizsgál, minden alkotmányos eszközt igénybe vesz, hogy Gyurcsány Ferenc és kormánya távozását elérje. Arról, hogy az ellenzéki pártok milyen konkrét lehetőségeket vizsgálnak, részleteket nem árultak el. A köztársasági elnök mai nyilatkozatában kijelentette, hogy nincs a kezében alkotmányos eszköz a parlament feloszlatására. Sólyom László ugyanakkor úgy vélte, Gyurcsány Ferenc miniszterelnök balatonöszödi beszéde morális válságba taszította az országot, és a jó célok eléréséhez sem szabad a demokráciát kétségbe vonó nemtelen eszközöket használni. A köztársasági elnök elvárja a Gyurcsány Ferenc miniszterelnöktől ennek nyilvános elismerését. Jó napot kívánok! Hölgyeim és uraim! A tegnap nyilvánosságra került miniszterelnöki beszéd tartalmi szempontból nem jelentett újdonságot. A választási kampány és az utána meghozott kormányzati intézkedések közötti ellentmondásról már augusztus elején kijelentettem. Az alapkérdés az, milyen eszközök engedhetők meg a politikai célok eléréséhez. Ha polgárjogot nyer, hogy a jó cél bármilyen módszert szentesít, így például a választási ígéretek semmire sem köteleznek, akkor a demokrácia hitelvesztése fenyeget. Az utóbbi órákban sokféle címen cselekvésre hívták fel a köztársasági elnököt. Tisztázni kívánom, hogy a köztársasági elnöknek az alkotmány erre a helyzetre nem ad közjogi beavatkozási lehetőséget. Fontos hangsúlyozni, hogy a miniszterelnök és a kormány nem a köztársasági elnöknek felelős, hanem az országgyűlésnek. Csak az országgyűlési képviselők többsége vonhatja meg a bizalmat a miniszterelnöktől és egyúttal a kormánytól. Az országgyűlést a köztársasági elnök csak akkor osztathatja fel, ha az országgyűlés 12 hónapon belül legalább 4 alkalommal megvonja a bizalmat a kormánytól, vagy ha a kormány megbízatása megszűnik, és a köztársasági elnök által miniszterelnöknek javasolt személyt 40 napon belül nem választja meg az országgyűlés.
A most kialakult helyzet újdonsága, hogy a demokrácia morális alapjainak kérdése minden korábbinál élesebben lett a közbeszéd fő témája. Ebben a vitában a köztársasági elnöknek kötelessége tisztázó szándékkal megszólalnia. A demokrácia és az alkotmányos jogállam működése nem korlátozódhat a jogszabályok betartására. Alapvető erkölcsi normák betartása is szükséges. Ezen alapul a politikába és végső soron a demokráciába vetett bizalom. A felelős döntés lehetőségét veszítik el az állampolgárok, ha a nyilvánosság előtt elhangzó tényállítások, ígéretek, programok nyilvánvalóan nem felelnek meg az igazságnak, a valódi szándékoknak. A tegnapi hír morális válságot okozott Magyarországon. A miniszterelnök reakciói ezt a válságot fokozták, mert személyes felelősségét összemosta az utóbbi 16 év politikájának értékelésével. Semmilyen cél nem igazolhatja, hogy bárki a demokráciába vetett bizalmat kockáztassa, még kevésbé, hogy ezt tudatosan, sőt büszkén tegye. Ennek nyilvános elismerését várom a kormányfőtől. Köszönöm. A nyilvánosságra hozott hangfelvételen Gyurcsány Ferenc trágár szavakat is használ. Most újabb részleteket mutatunk be a Balatonöszödi zárt frakciólisen elhangzott 25 perces beszédből. Nincsen sok választás. Azért nincsen, mert elkúrtuk. Nem kicsit, nagyon. Európában ilyen böszmeséget még ország nem csinált, mint amit mi csináltunk. Meg lehet magyarázni. Nyilvánvalóan végig hazudtuk az utolsó másfél-két évet. Teljesen világos volt, hogy amit mondunk, az nem igaz. Az utolsó másfél évet azért tudtam én személy szerint csinálni, mert egy dolog ambicionált és egy dolog fűtött. Visszaadni a baloldalnak a hitét, hogy megcsinálhatja, hogy nyerhet. Hogy nem kell lehajtani a fejét ebben a kurva országban. Hogy nem kell beszarni Orbán Viktortól meg a jobb oldaltól, és tanulja most már meg magát, nem ő hozzájuk mérni, hanem a világhoz. Lehet még egy picikét itt teszatoszáskodni, de nem sokat. Gyorsan eljött az igazság pillanata. Az isteni gondviselés, a világgazdaság pénzbősége, meg trükkök százai, amiről nyilvánvalóan nekem nem kell tudni. Segítette, hogy ezt túléljük. Nincsen tovább. Nincsen. Csinálunk-e valami nagyot? Azt mondjuk-e, hogy rohadt életbe jöttek páran, akik megmerték tenni, és nem szarakodtak azon, hogy hogy a francba lesz majd a tuti költség elszámolásuk, bassza meg. Jöttek párak, akik nem szarakodtak azon, hogy akkor a megyei önkormányzatban lesz-e majd helyük, vagy nem. Hanem megértették, hogy máshol szól ez a kurva ország. Majdnem beledöglöttem, hogy másfél évig úgy kellett tenni, mint hogy a kormányoztunk volna. Ehelyett hazudtunk reggel, éjjel, meg este. Nem akarom tovább csinálni. Vagy megcsináljuk, és van hozzá egy emberetek. Vagy mással kell csinálni. És mióta az anyámnak ismerik a nevét Pápán és Gyurcsány Katusnak hívják, azóta neki is jobb jut a kurva életbe. Nem tudta, hogy mi történt. Megjavult az egészségügyi rendszer, fiam. Mondom, egy lószart, mama. Az az igazság, hogy fölismerik a nevedet. Ez botrány. Hát ehhez képest társadalmi értelemben a vizití semmi. Az nem botrány, az kényelmetlen politikailag. Meg kifizetni. Meg politikailag lehet nekik súlyos következménye. De őszintén szólva, ez a következmény legfeljebb bennünket érint, ha idióták vagyunk. A társadalmi következménye, az meg mindenkit érint. Mi azért nem merünk hozzányúlni egy sor nyilvánvaló társadalmi hazugsághoz, mert félünk a ránkható politikai következményektől. A miniszterelnök a hangfelvételen bevallotta, hogy hazudtak az elmúlt másfél-két évben, emellett arról is beszélt, hogy nem tettek semmit a szocialisták a kormányzás alatt. Összegyűjtöttük, milyen intézkedésekről beszéltek az elmúlt 4 évben, és azt is, hogy ezekből mi valósult meg, és mi nem. Annyival vagyunk túl az ország lehetőségein, hogy azt nem tudtuk korábban elképzelni, hogy ezt a Magyar Szocialista Párt és a liberálisok közös kormányzása valaha is megteszi. És közben egyébként nem csináltunk semmit 4 évig.
Semmit. Nem tudtok mondani olyan jelentős kormányzati intézkedést, amire büszkék lehetünk azon túl, hogy a szarból visszahoztuk a kormányzást a végére. Semmit. Ha el kell számolni az országnak, hogy mit csináltunk 4 év alatt, akkor mit mondunk? Gyurcsány Ferenc tegnap este ezt már úgy magyarázta, a reformokról beszélt. Arról, hogy a reformokban nem tettek egyetlen lépés sem az elmúlt években. Nem az intézkedések konkrét hazugságairól szólt, volt 100 lépés, volt 100 nap. Megváltoztak nyugdíjak és családtámogatás, igen, az nem hazugság, az a hazugság, hogy mögötte az emberekkel szépen lassan elhitettük, sok-sok év alatt, hogy ezt úgy ajándékba lehet adni, hogy a jóságos kormány ezt megteszi, ez az alaphazugság. Nézzük a konkrét intézkedéseket. A 100 napos program alatt kiköltekezett a medgyesi kormány. Egy 50%-os közalkalmazotti béremelésről született a kormány szintjén döntés. Ez 600 000, közel 600 000 embert érint. Emellett adómentes lett a minimálbér, és ekkor döntöttek a 13. havi nyugdíj fokozott bevezetéséről. Csak néhány példa a 100 napos programból, amely több 100 milliárd forintjába került az adófizetőknek. A Gyurcsány kormány pedig a választások előtt nem fogta vissza a költekezést. Az alig 1 éve bejelentett 100 lépés programban megemelték például a családi pótlékot, közben viszont más támogatásokat megvontak. A választások előtt csökkentették a felső áfa kulcsot, utána viszont a középsőt felemelték. Tavaly bejelentették az 5 éves adócsökkentési programot, majd az idén nyáron visszavonták. Azt szeretnénk, hogy ne kelljen hazudni. Azt szeretnénk, hogyha valaki úgy dönt saját jószántából vagy a kényszerek hatása miatt, hogy el kell mennie dolgozni, akkor ne kelljen elhazudni a munkát, és megkaphassa továbbra is a gyermekgondozási segélyt. Ha nem is ettől a lépéstől, de az elmúlt években jelentősen nőtt az állam adóssága. A választások előtt nem is árulták el, hogy mekkorára. Információink szerint a Szabadság téren a tüntetők betörtek az MTV archívumába. Ott van Kruzsis Dávid. Szervusz Dávid, mi történik most, mit tapasztalsz? Szervusz, jó estét, gyakorlatilag ostrom állapotok uralkodnak itt a Szabadság téren. A tömeg betört a TV épületébe a főbejáraton keresztül. Arra nem számítottak, hogy odaben legalább 100 rohamrendőr volt, így ők vízágyút vetettek be, és kiszorították a tömeget a térre. Aztán a tömeg keresztül a szobától, és azzal dobálták a rendőröket. Egy oldalajton keresztül, amit felfeszítettek, archívumnak látszott, tehát több 100 kazettát csináltak ki az épületből. Most éppen roham mindenki. Kruzsis Dávid, köszönjük szépen, megszakadt a vonal, megpróbáljuk később még visszakapcsolni. A miniszterelnök által nyilvánosságra hozott teljes balatonöszödi felvételből az is kiderül, a választások előtt mekkora titoktartás mellett készült a Gyurcsány csomag, és milyen nagy volt a veszélye egy pénzügyi válságnak. Veres János pénzügyminiszter szerint már 15 milliárd euróval megingathatták volna a magyar gazdaságot. A választások előtt egyetlen szó sem esett megszorító intézkedésekről. Hogy a választási győzelem érdekében mennyire fontosnak tartották a szocialisták a titkolózást, azt jól mutatja, hogy a tervekből a pénzügyminiszter szerint csak egyetlen példány készült. Nézzetek ide, december óta egy példányban létezik az a program, amiről én időnként szóltam. Nincs 2 példány belőle. A miniszterelnök is azt mondta, hogy nem maradjon nála se példány. Azt kívánjuk megmutatni, hogy hogyan alakul át Magyarország a következő 10 év múlva. Az MSZP ehelyett választási programjával kampányolt. Ebben kevesebb terhet, több lehetőséget, nagyobb biztonságot ígértek, valamint azt, hogy csökkentik a vállalkozások, az állampolgárok és a családok adóterheit. Az áramról, a gázról és a távfűtésről pedig csak annyit mondtak, hogy kedvezményes tarifákat vezetnek be. A miniszterelnök balatonöszödi beszédéből kiderül, fontos volt, hogy valódi elképzeléseiknek papíron ne maradjon nyoma. Amit meg lehetett csinálni az elmúlt egy hónapban, azt megtettük. Amit az azt megelőző hónapokban titokban meg lehetett csinálni úgy, hogy nehogy a választási kampány utolsó heteiben előkerüljenek olyan papírok, hogy mire készülünk, azt megtettük. A titkolózás miatt a választások előtt a minisztériumokban is csak néhány kiválasztó tudta, mi készül. Így a kormányalakítás után gyors munkára volt szükség. A gyors tempó nem véletlen. Magyarország pénzügyi helyzete a pénzügyminiszter szerint megingatható volt. 15 milliárd euróval Magyarország megingatható. Márpedig ennyi pénze annyiaknak van,
hogy nem elég hozzá a végtagjainknak a ujjai száma. Tehát nagyon sokan megtehetik azt, hogy megbillentik a magyar helyzetet. A miniszterelnök csapata Balatonöszödön épp ezzel érvelve próbálta megszerezni a frakció támogatását a Gyurcsány csomaghoz. Azt mondták a képviselőknek, nincs más út. Ismét megpróbálunk beszélni Kruzsis Dáviddal a Szabadság téren. Dávid, hallasz minket? Igen, hallok benneteket, jó estét kívánok! Közelharc folyik a Magyar Televízió bejárata előtt. A rendőrök azt a taktikát alkalmazzák, hogy hol visszavonulnak az épületbe, hol rengeteg könnygázt maguk elé bocsátva kirohannak, és megpróbálják a tömeget kicsit hátrét szorítani. Akik pedig legelől állnak a tömegben, ők amit csak a kezük ügyébe akad, azzal verik a rendőröket. Hát ez a helyzet jelen pillanatban. Dávid, azt tudod, hogy vannak-e még tüntetők az épületben, vagy mindenkit kiszorítottak onnan? Én azt gyanítom, hogy mindenkit kiszorítottak, mert annyi rendőr van benne, hogy kizárt dolog, hogy tüntetők maradhatnak, illetve ha csak nem őrizetben. Azt láttam, hogy volt sebesült rendőr is, akit egyébként visszavittek a társai. A kormány lemondását követelve több megyeszékhelyen is tüntettek transzparenseket és zászlókat vivők. Szegeden a Fidesz helyi elnöke beszélt az egybegyűltekhez, arra kérte az embereket, méltóság teljesen viselkedjenek és ne adjanak alkalmat a beavatkozásra. Miskolcon kisebb rendbontás volt, amikor tüntetők egy része élőadásban akarta beolvasni követeléseit. Nagy Kanizsán 7 órakor több százan gyűltek össze és követelték a kormány távozását. A tüntetés békés, de annál hangosabb volt. Pécsen 7:30-kor volt a gyülekező, több ezren érkeztek a főtérre. Az embereket SMS-ben hívták a kormány ellenes megmozdulásra. A téren egymást váltották a szónokok, akik hangsúlyozták, hogy nem tartoznak egyetlen politikai csoportosuláshoz sem. Menjünk el együtt közösen Budapestre! Szegeden is hangsúlyozottan függetlenek, mondták a rendezvényt. A helyi Fidesz elnöke méltóság teljes demonstrációra szólította föl a mintegy 1000 fős tömeget, hogy a hatalom nehogy beavatkozzon a megmozdulásba. Az a feladatunk, hogy itt Szegeden a szocialista, szabaddemokrata városvezetést váltsuk le. Kormányváltást akarunk! És ez már Békés Csaba. Itt több száz fős tömeg rendőri kísérettel kétszer is végigmasírozott a városon, közben Gyurcsány ellenes jelszavakat skandáltak. Többen azt állították, mindaddig nem hagyják abba a megmozdulásokat, amíg a kormány le nem mond. Magyar rendőr velünk van! Magyar rendőr velünk van! Miskolcon valamivel több mint 1000-en gyűltek össze, itt is SMS-sel imitáltak a részvételre. És a városháza előtt a szocialista városi vezetők távozását követelték. A kormány lemondására szólítottak föl, kisebb és korrupciómentes országgyűlést követeltek. Én hogy mondjam a diákjaimnak azt, hogy ne lopjatok, ne csaljatok, ne hazudjatok! A tüntetők egy része itt, a Miskolci Televízióhoz vonult, hogy élő adásban olvastassák be a követeléseiket. Ezt az igazgató elutasította, mivel szerinte nem helyi, hanem országos problémáról van szó. A feldühödött tüntetők közül néhányan a tévé elfoglalásával fenyegetőztek. Nyilvánosságot! Debrecenben sok ezren gyülekeztek az esti órákban. A nyilvánosságra hozott hangfelvétel hatására a forint reggel még gyengült, délutára azonban jelentősen erősödött. Egy euróért 270 forintot kértek délután. Utoljára augusztus elején volt ilyen erős a magyar fizetőeszköz. Elemzők szerint, bár a befektetők nem szeretik a politikai bizonytalanságot, a kiszivárgott beszéd tartalmával már eddig is tisztában voltak. A szakértők szerint nem kell forintválságtól tartani a hangfelvétel miatt. Önök az RTL Klub híradójának rendkívüli kiadását látták. Azzal tudjuk összefoglalni ma este mondandónkat, hogy a Kossuth térről a tömeg nagy része Budapesten átvonult a Szabadság térre, és a Magyar Televízió székházába betörtek a tüntetők. A rendőrök könnygázzal és vízágyúval oszlatták szét a székházban tartózkodókat, de a székház előtt még mindig harc folyik, közelharc folyik, emberek ellen harcolnak, utcaköveket szednek föl. Kruzsis Dávid tudósítónk a helyszínen volt, ő jelentette mindezt, első kézből vannak az információk. Legközelebb reggel 7-kor jelentkezünk hírekkel, viszontlátásra. Következik a Kóma című film. Maradjanak velünk!
Opel Meriba és Zafira most rendkívül kedvező finanszírozással. A választás gyerekjáték. Igazán könnyű, hűtött finomság. Kinder Paradiso. A lágy piskóta és a friss tejkrém varázslatos harmóniája. Kinder Paradiso. Mennyei pillanatok. Az izgalmas külsejű Samsung C130 praktikum csomagban már 12.990 forintért elvihető. Pannon. Közel hozzád. Ötször dúsabb és csomómentes szempillák. Azonnal. Volume Express Turbo Boost a Maybelline New Yorktól. Csomósodásgátló kefénk és a Speed Expand összetétel ötször dúsabbá és még csábítóbbá teszi szempilláidat. Ötször dúsabb és csomómentes azonnal. Volume Express Turbo Boost a Maybelline New Yorktól. Turbozd fel a szempilláidat. Csábíts el egy szupernőt. Azt hiszem meg kell büntessenek. Jó lesz. Csak ne szakíts vele soha. Ezt még nagyon meg fogod bánni. Nincs valami őrült ellensége? Ellensége? Nincs. A Super Ex-nő. Segítség! Igen, maga! A mozikban. Ásványvíz. Hozz ki többet magadból. Prostata gondok. Itt az új, még tökösebb, kétszeres hatóanyag tartalmú Peponen Aktív kapszula. Peponen Aktív. A férfi egészség. A kockázatokról és mellékhatásokról olvass el a beteg tájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát, gyógyszerészét. Azért hívtalak ide, mert mindenképp meg kell beszélnünk valami. A Sanyi. Mm-hmm. Találtam egy levelet. Az asztalán egy pillanat. Tényleg? Szegénykém? Na. Beáta. Felolvasod? Nem jössz ki onnan? Sehol sem beszélgethet úgy, mint otthon. Rendeljen Tékon vonalat negyedéven át fél havidíjjal. Tékon. Tisztelt Uram! Ellenállhatatlanul üde. Baba. Gyümölcsös frissesség. Na, figyelj, Scotty. Tudod, ahogy megbeszéltük, ugrik a kutya. Hopp! Jaj, ne, nem, nem! Hopp! Ne, ne csináld, Scotty, hopp! Kutyuskám, most mit csináljak veled? A Scotty kutya eledelek sokféle íze és kiszerelése mindig igazi csemegét jelent, és közben csúcsformába hozza kedvencét. Ha? Scotty kutya eledel háromféle 1250 gram, csak 199 forint kizárólag a Spar, Geysers és az Interspar áruházakban. Mazda 3, az igazi zoom-zoom. Nyílt hétvége szeptember 23-án és 24-én. Ha a hajgyökér nem jut tápanyaghoz, a hajszál elvékonyodik és kihullik. Innováció hajhullás ellen. Derkosz, az Aminexil rögzíti a hajgyökeret, az SP94 táplálja a hajszálat. Erősebb haj már 3 hét alatt. Derkosz Aminexil SP94, hajhullás elleni molekula kombináció. Visi, az egészség fontos, kezdje a bőrénél. Derkosz Aminexil SP94 női változatban is, a dús és erős hajért. Thank you.
magaddal a zenét. A Sony Ericsson V300i Walkman mobil új előfizetéssel már 17.900 forintért vagy 5.000 forintos kezdőrészlettel a tiéd lehet. T-Mobile. Vajon mitől lesz a Milka olyan hihetetlenül gyengét? Gyerünk! Minél hamarabb odaír a tegy! Annál lányom lesz a csokcsi! Attól olyan gyengét, hogy itt készül, ahol nincs ijegység és rohanás. Ez a titka a Milka gyengéd ízének. Nagyon finom. Milka, a leggyengédebb gondoskodás. Következő műsorunk megtekintése 16 éven aluliak számára nem ajánlott. Jó reggelt kívánok, 6 óra van, kedves hallgatóim. Verőfényes New Englandi reggel iratkoztam. És most elmondom főbb híreinket. Kent Melanie White polgármester helyettese tegnap délután találkozott a bostoni városfejlesztési hivatal képviselőivel. Charleston helyszínvel kapcsolatos hónapok utakozó a vitát ügyben. A rendőrség letartóztatta James McManus építési vállalkozó, adócsalás is meg... Kóma. Mrs. Levinnek 5 napja volt kolecisztektómiája, láztalan maradt, étvágytalansága elmúlt, a cső jól vezet. A tegnapi AP mellkasröntgen negatív, fehérvérselt 9400. Hemokultúra? Negatív másodszor is. Helyes. Azt hiszem, itt még Harry se okoskodhatna. Nézzük a következőt. Az már baromi régen. A laborban dolgozott. Egy csomó biopszia, gondolhatom. Látod-e, vele egyetértek? Sokszor egész éjszaka fönnmaradtam, segítettem neki. Ma este megkapja az ultimátumot. Most már hogy egyszer, és egyre leérsz van. Én nem szeretem a kockázatot. Én vennék abból a részvényből, akármit is mondasz. Jó. Tehát akkor meg kell csinálnunk az AP-t és egy oldalirányút. Értem. A műtét mikor lesz? Anélkül nem kezdhetnek hozzá. De tudod, mi van? Egyértelműen, doktor Gipin. Ezen nincs egy konzultáció. Willard doktor, ami készen vagyok. Tudom, én vettem fel. Antibiotikumokra nem reagál. Vágd el. Oké. Törlés. Leköthetet. Mindenki helyezkedik. Ma például oda jön hozzám Radnik, és azt mondja, gratulálok, öreg, hallom, hogy te leszel az új alorvos a sebészetem. Hát ez klassz. Tetszeni akart a fiú. Azt mondta, hogy ő Harristól hallotta. Ő maga jelentette ki, hogy Mark Bellows hamarosan alorvos lesz. Ez csodálatos, Mark. Igen, csak van egy kis difi. A mókus alig várt, hogy azt mondjam, már tudok róla, és akkor megvan a rossz pont. Mert akkor az a látszat, hogy erre hajtuk. Épp ezért azt mondtam neki, most hallom először. És közben 2 éve csak erre vársz. Jó, de azt nem kell mindenkinek tudni, igaz? Azt mondtam, nem mondom, eszembe jutott már, hogy milyen szép volna. Ja, és hozzátettem, hogy Chandler, mint alorvos, igazán megtett mindent, de már az is benne volt, hogy nem sok eredmény. Chandler baromi alorvos. Igen. És azt hiszem, becserkéztem magam az öreg Rednick szívébe. Mondtam, figyelemmel kísérem a Mike kutatásait, felsoroltam egy-két cikkét. Teljesen elérzékenyült. Az akció abszolút sikerrel járt. Az jó. Mindent egybevéve egész jó napon volt. Szívem, megyek és lezuhanyozok. Nem vennél ki nekem egy sört a frigóból? Már megbocsáss. Te nem tudod kivenni? Most mit hülyéskedsz, szívem, hagyd ezt? Le akarok zuhanyozni. Hullafáradt vagyok. Én is. Tudom, de nekem volt 2 leállásom. Ráadásul hajnali 4-kor megrepett egy aorta aneurizma. Egész éjjel melóztam. Szükségem van rá, hogy lezuhanyozzak. Ha nem veszed rossz néven. Nekem is nehéz napom. Hát fürdőszobafoglalásban olimpikon lehetnél. Így áll egy sört, és rögtön felfrissülsz. Még tippeket is ad. Kurva kis medikák. Néztem volna bele inkább egy ápolónőbe. Ott van ez a Dorothy a 8-on. Még tetszettem is neki. Saját kéglim van. Hallottad, mi van Luisszal? Mi van Luisszal? Megfúrták, nem lesz másodprof. Pedig aztán igazán benyalt nekik, és még ez sem volt elég. Ráadásul a fia vese átültetés előtt áll. Hozzáfogtál már a vacsorához? Mit mondasz? Azt kérdeztem, hogy hozzáfogtál-e már a vacsorához? Ott van oda a kicsi figyelsz, hogy mit mondok, pedig el akartam mesélni.
El akartam mesélni, hogy mi minden történt ma velem. Nekem is nehéz napom volt. Csak felteszem. Köszöntjük Önöket! Folytatjuk a híradó rendkívüli kiadását. Az eseményekre való tekintettel, azaz arra, hogy a szabadságtére meglehetősen súlyos helyzet alakult ki a tüntetők és a rendőrség között, sőt a rendőrség megkezdte a tömeg oszlatását. Mindjárt látjuk a képeket is, és kapcsoljuk tudósítónkat, Kruzslis Dávidot a helyszínről. Szervusz Dávid, mi történik éppen? Így van, szervusz! Jó estét kívánok! A rendőrök valóban a Nádor utcába gyülekeztek hátul, aztán onnan idehozták a vízágyút, és ők maguk is idejöttek, legalább 100 rohamrendőr, és megkezdték a tér kiürítését, fokozatosan folytják egyre hátrébb az embereket az MTV székháza felől, az amerikai nagykövetséget, tehát a Nemzeti Bank épülete felé. Az, hogy ez kb. Mennyi ideig fog tartani, azt nem lehet tudni, a tér az ugye rendkívül nagy, és hát úgy néz ki, hogy az embereknek hát egyről nem szeretnének, vagy nem akarnak hazamenni, annak ellenére, hogy akik elől vannak, azok már komoly mennyiségű vizet, illetve hát könnygáz kaptak. Dávid, az előbb arról beszéltél, hogy 100-120 rendőr lehet ott körülbelül, próbáld megsatszolni, hogy mekkora tömeggel szemben. Én azt gondolom, hogy néhány ezer ember lehet itt. Nagyon nehéz megsatszolni, mert folyamatosan mozognak az emberek is. Tényleg ezt nagyon nehéz megsatszolni. Egyébként elég sok sebesültet láttam, ahogy elkerültem hátulra. Ott állnak hátul a Nádor utcában a mentőautók, és több vérzőfejű ember is jött velem szembe. A rendőrök között is vannak sérültek. Az országos rendőrfőkapitány szerint az Index hírét olvasom, olyan erőszakos cselekmények kezdődtek, amelyek végrehajtó jelen a rendőrség fel fog lépni. Hallottál-e esetleg erről valamit? Tudom, hogy nagy a káosz, de hát ha elkaptál néhány információt. Hát én azt gondolom, hogy ez maximális fellépés, amit csinálnak. Ugye itt az történt, hogy fölszedték az utcaköveket, fölszedték a padokat, és a padokat vágták hozzá a rendőrökhöz. Utcakövekkel dobálták meg az MTV ablakai, több ablak is betört. Vannak autók, az MTV-nek az autója, amit itt parkoltak a székház előtt, azokat is összetörték. Úgyhogy tényleg elég komoly a helyzet, és hát nyilván a rendőrséggel fog járni majd itt a rendbontókkal szemben. Most egyelőre a tömegoszlatás a fő cél. Dávid, közelharc van? Igaz az, hogy a tömeg megtámadta a rendőrautókat és a rabszállítókat? Abszolút igaz, nem a rendőrautókat, a rendőröket támadták meg. A rendőrautók ugye hátul vannak a Nádor utcában, ott nyugalom van. De itt az MTV székháza előtt az első 5-6 sorban komoly közelharc folyik. Tehát amit csak a kezeügyébe kerül, azok, akik elő állnak, verik a rendőröket, illetve azok is gumibotjukat használva próbálják hátrébb szorítani a tömeget. Dávid, próbáljuk meg elmondani, hogy mit látsz most. Ott van ugye a szabadságtér, hogyha háttal állunk a Nemzeti Banknak, szembe helyezkedik el a Magyar Televízió székháza. Nagyjából hol tartanak most az oszlatással a téren? Elérték már a parkot, vagy még mindig az MTV bejáratánál van a tömeg? Amennyire én ezt most ki tudom venni, a parkolót próbálják megtisztítani. Nagyon nehéz ezt megmondani, mert a rendőrök nem úgy mozognak, hogy elindulnak valonnan és elmennek valahová, hanem egy kicsit előre jönnek, aztán egy kicsit hátrébb, nyilván ez valamiféle taktika. Most is azt látom egyébként éppen, hogy egy adott cipel két fiatal a rendőrök felé, egészen pontosan a vízágyús autó felé, hogy mit akarnak csinálni vele, azt még nem tudom. Most próbálják keresztül, igen, kukákat is felkaptak most. Te nem látod a képeket, amiket a nézőket, igen, az ő kedvükért elmondjuk, hogy azok a képek, amiket most a képernyőn látnak, nem élő képek, hanem korábban rögzítettek, de hát a helyzet körülbelül hasonló lehet most is. Dávid, milyen a tömeg összetétele? Tehát fiatalok, idősebbek? Alapvetően fiatalok vannak itt. Azt látszik, hogy van egy kemény mag, az néhány száz ember lehet, akik elől állnak, és akik harcolnak a rendőrökkel. A többiek azok picivel hátrébb, és hát ők jóval békésebbnek tűnnek, tulajdonképpen ők nézik az eseményeket, azt, hogy mi történik. Azt is olvastam a hírekben, hogy feltűnt egy-két arc, akiket a B-középről, a focipályáról jól ismernek. Igaz ez? Láttál ezek ilyen embereket? Láttam olyanokat, akik ismerősek egyébként focipályák környékéről. Most a vízágyús autó egész nagy sebességgel hajt a tömegbe, aztán lefékezett, valószínűleg az ellen védekeznek, hogy megpróbálták felfeszíteni a vízágyús autó télvédőjét, és kövekkel bedobálni a télvédőt. Most hátráll a vízágyús kocsi, úgy tűnik, hogy visszafordul a Nádor utca felé, és a rendőrök is visszavonulnak egyelőre. Gondolom, hogy rendezzék a soraikat. Dávid, akiket sérültnek láttál, mennyire tűntek komolynak a sérülések? Én azt gondolom, hogy ez soha könnyű sérültekről van szó, ugye rengeteg követ dobálnak itt, meg üvegeket, ezektől sérülhetnek meg, illetve hát magától a könnygáztól, amit a rendőrök itt folyamatosan beletnek.
Ebben a pillanatban a mi nézőink is a szabadságteret élőben láthatják, tehát ezek a képek éppen ezekben a pillanatokban jönnek át a műholdas láncon. Tehát ez történik most a szabadság téren. Innen-onnan látjuk tétova emberek a TV székház bejáratától, valóban láthatjuk, hogy kiszorították a tüntetőket, és füstöt is láthatunk, tehát igaz lehet az, hogy a rendőrök könnygázzal próbálják visszaverni a tüntetőket, de ahogy látom, és ahogy be lehet látni az MTV épületébe, hát azért ott sincs olyan nagy rend. Dávid, mit tudsz erről? Ez egész biztos, hát a TV székház bejáratát az gyakorlatilag szétverték. Az, hogy belül mi történt, vagy mi van, azt nem tudom, mert én nem jártam oda benn. Egyébként most viszonylag a békésebb részét láthatják szerintem a nézők a történteknek, mert közben itt Nádor utca felé áttevődött a küzdelem egy része, üldözték ezt az autót a tüntetők, és az el is ment, ez a vízágyús kocsi el is ment hátra, de hát gyanítom, hogy nem telik el sok idő, és a rendőrök visszatérnek majd. Ezek itt a saját képénk, és hogyha jól láttam, az előbb az MTV-nek a bal oldalán, minthogyha lángra kapott volna valami. Hogyha jól tudom, ott van a kameratár. Látszott nagyobb lángokat, vagy füstöt, vagy tüzet? Illanat? Igen, valamit én is látok. Csak azt nem tudom eldönteni innen nézve, hogy ez könygáz, vagy füst. Nem, füstöl valami. Ez pillanat. Ég még hozzá, nem is kicsit. Óriási igen, lánggal. Igen, ezt most mi is látjuk, nagyon nagy lánggal ég. Az autó, egy autó, egy MTV-s autó gyullad ki. Igen, valószínű motokoktél lehet, mert nem szokott ennyire égni egy kocsi. Teljesen kiégett, óriási lángokkal ég, és hát tűzoltók a környéken sincsenek természetesen. Dávid, most mi is látjuk a lángokat is, illetve a fekete füstöt, előtte pedig petárdákat láttunk robbanni a földön. Én nem tudom megítélni, hogy egy petárda elő tud-e idézni ekkora robbanást, de az biztos, hogy amit most látunk a képeken, ahogy te mondod, valóban egy autó maradványait látjuk még égni. Itt van a vonalban velünk Sön Péter, a BRFK kommunikációs igazgatója. Jó estét kívánok! Jó estét kívánok! Hogyan tudná kommentálni a most kialakult helyzetet? Ezekben a pillanatokban mi azt látjuk, hogy egy autót gyújtottak fel a szabadság téren. Mit tesznek önök? Nagyon nehéz kommunikálni, ilyen a kialakult helyzetet, ugyanis a kollégáim éppen a megerősítő erőkkel közösen próbálják meg a rendet helyreállítani a szabadság téren, a TV-székháznál. Mi a taktika? Mit próbálnak elérni? Nincs taktika, minden lehetséges eszközt és módszert be fognak vetni annak érdekében, hogy további sérülések és rongálások megakadályozzák, és a rendet végképp helyreállítsa. Azt hallottuk, hogy van vízágyú, van könygáz, milyen eszközökre gondol még? A jogszabályok előtt minden kényszerítő eszköz, műfegyver használat kivételével természetesen engedélyezett jelen pillanatban, és ezekkel az eszközökkel élnek a kollégáink. Nem tartanak attól, hogy esetleg a város egyéb pontjaira is átterjednek a tüntetések? A feladatunk elsősorban a közrend közbiztonság helyreállítása. Ennek érdekében folynak jelen pillanatban a szabadságtéren az események, úgyhogy ezt mindenféleképpen végre kell hajtanunk, és végre kell vinnünk. Jelen pillanatban a város több más pontján nincs ilyen kialakult helyzet. Körülbelül hány rendőr van most a szabadságtéren? Folyamatosan változó a létszám, folyamatosan érkeznek újabb és újabb rendőri egységek a rend helyreállításához, úgyhogy pontos számot nem tudnék mondani. De remélhetőleg most már a megfelelő létszámban vannak jönnek. Ez azt jelenti, hogy a Kossuth térről is átvezényelték azokat a rendőröket, akik eddig ott voltak? A Kossuth téren továbbra is itt biztosítják a rendezvényt kollégáim. Máshonnan tartalékerőbe vonására került sor. Igaz-e az, hogy rendőrautókat és rabszállító autókat is megtámadtak a tüntetők? A tüntetők valóban megtámadtak több rendőrségi autót, illetőleg több rendőrt is, több sérülés is keletkezett sajnos. Milyen egyelőre... sérülésekről van szó? Tessé? Milyen sérülésekről van szó? Nézd, nagyon nehéz lenne pontosan megmondani, tudomásom szerint egy könnyű sérülésekről van szó, remélem, hogy nem is lett súlyosabb, de mint említettem, most ezekben a pillanatokban is folynak az események a szabadságtéren, úgyhogy jelen pillanatban nem tudnám megmondani, hogy pontosan hány rendőr sérült meg, vagy hány civil személyt ért sérülés. Sőn úr, mi azt látjuk a képen most is, hogy ez az autó, amit felgyújtottak lángol, egyébként most élő képet látunk csak az RTL-en. Tud-e arról valamit, hogy a tűzoltók kimennek a helyszínre, illetve meg tudják-e közelíteni a helyszínt? Nézd, amit említettem, ott folynak az események. Természetesen, amennyi tűzoltókra is szükséges, akkor a tűzoltók is kivonulnak, csak hogy mint a mentőszolgálat munkatársai.
kollégáim el tudták intézni azt, hogy csak itt az RTL klubon láthatnak élő képet a Szabadság térten, a Szabadság téren folyó eseményekről. Nem sokára a vonalban lesz majd Györfi Pál az Országos Mentőszolgálattól. A Szabadság tér még mindig szomorú képet mutat. Autólángol, betört ablakokat láthatunk, az MTV bejárata szinte teljesen leamortizálódott, és még nem is láttunk be a televízió székházába, hogy ott milyen állapotok uralkodnak. Mint ahogy tudósítónktól is megtudtuk, és most is itt van a vonalban, akkor épp a tér felénél jártak a kiszorítással a rendőrök. Hol tartanak most? A rendőrök egyelőre eltűntek a látótávolból, annyit csinálnak, hogy a székházból kifelé vízágyúznak folyamatosan, nyilván azért, hogy ne próbáljon senki bemenni, de nincsenek itt, tehát azt gondolom továbbra is, hogy újra rendezhetik a soraik, majd valószínűleg oldalról fognak felbukkanni, gondolom, hogy nagyobb erők kell, mint eddig. Gyakorlatilag most már teljesen véges ez az MTV-s autó, és hát a mellette álló autók is megsérültek, azoknak a szívédői is kitörtek, illetve a tér maga az kezd romhalmazzá válni, teljesen letörtek több adott korlátokat, elég egy csatatérre hasonlít a környék. Tehát a Hír TV élőképeit láthatják itt nálunk az RTL klubon. Dávid, te rendőrségi tudósító vagy, lehet az valamiféle taktika, hogy nincs rendőr a helyszínen, vagy esetleg megnyugodtak a kedélyek? Hát azt gondolom, hogy ez abszolút megcsinálni, hogy tolmoznak, előre jönnek, aztán hátrébb jönnek, újrendzik a sorokat, és aztán megint megindulnak. Tehát ez nem jelent semmit, hogy hivatalosan nem látunk itt rendőröket. Én most megpróbálok elmenni a Nádor utca felé, hogy megnézem, hogy ott mi a helyzet. Egyelőre minden meglehetősen kihalt, legalábbis itt a Boldalsó utcába. Azt gondolom, hogy a rendőrök most különbözik a soraikat. Lehet, hogy bementek egyébként megint az MTV épületébe, hiszen az elején is úgy lepszik meg a támadókat. Dávid, köszönjük szépen. Maradj vonalban, de most kaptuk az információt, hogy a másik vonalban itt van Györfi Pál, az Országos Mentőszolgálat szóvivője. Jó estét kívánok! Milyen sérülteket láttak el eddig? Sajnos most már a sérült szám 10 fölé emelkedett, amit bizonyosan tudunk, és ez még mindig nem a végleges adat, ami talán jó hír, hogy igazán súlyos életveszélyes sérült mindeddig nincsen. Azonban most már azt is meg tudom erősíteni, hogy rendőrök is vannak a sérültek között. A jellemző sérülések továbbra is zúzódásos sebek, illetve a könnygát okozta könnyezés, nyálforgás van azok. Ezek az emberek a Szabadság téren sérültek meg mind, vagy esetleg a Kossuth téren is? Az események gócpontja most a Szabadság téren van, oda összpontosítottuk a mentőerőket is, ezek a sérülések fegyeztek. A tüntetésektől akadálytalanul oda tudnak érni a mentőautók? A mentőautók közlekedését is nyilván befolyásolja a tömeg, azonban eddig még minden sérülthez el tudtunk jutni, illetve az elszállítás is folyamatos a helyszínről. Arról nincs egyelőre adatunk, hogy az épületben esetleg oda menekített sérültek közül hányan szorulnak ellátásra, ezért nem véglegesek még a sérültek. Mire kell még önöknek felkészülniük? Hány autóval állnak rendelkezésre? Hány ember van ügyeletben? Már a kora esti órákban, amikor a szabadságtéri demonstráció fordulatot vett, a mentőerőket Budapest területén úgy csoportosítottuk át, hogy a Markó utcában, illetve a belváros területén megfelelő számú mentőerő álljon rendelkezésre. Így tudjuk folyamatosan biztosítani a sérültek ellátását. Ugyan továbbra is a Hír TV élő felvételeit látjuk, azért megkérdezem, hogy vidékről vannak-e információi, ott esetleg voltak-e sérülések? Vidékről egyelőre nem kaptam hírt sérülésbe járó összecsapásról. Az események mutatja úgy tűnik, hogy Budapesten. Györfi Pál, egyelőre köszönjük szépen, és most megint megpróbáljuk kapcsolni Kruzslisz Dávidot. Dávid, itt vagy még velünk? Igen, hátra jöttem közben a Nádor utcába, ide az MTV szék az épületem mögé. Vannak a rendőrök, úgy látom, hogy most kifújják magukat, és a mentőautók környékén 5-6 sérült rendőrt is láttam, van amelyik a ugrált, tehát a lábát fájlalta, mások a fejüket fogják, tehát könnyű sérülteknek tűnnek ők is, most őket hozták ide, hogy ellássák a mentősök. Ebben a pillanatban látjuk, hogy egy tűzoltó autó is megérkezett a helyszínre, noha az a bizonyos autó, amit felgyújtottak, valószínűleg most már lassan-lassan porig ég. Azt láttam az előbb, és tanulmányaim során igen sokat foglalkoztunk ezzel, hogy a rendőrök a jól bevált régi rómaiakra jellemző teknős béka alakzatba nyomulnak előre. Így viszonylag védik magukat, és egyre kijebb tudják szorítani a tömeget. Te is ezt tapasztaltad? Hát momentan az épület hátam
és ahogy mondtam, amikor eljöttem, akkor nem volt előléptető megoszlatás. Persze védik egymást a rendőrök folyamatosan, tehát próbálják magukat minél kevésbé kitenni a különböző ütlegeknek, meg a repkedő sörösüveknek, sörös dobozoknak. Dávid, Györfi Pál azt mondta, hogy arról nincsenek pontos információ, hogy esetleg benne az épületben vannak-e sérültek, vagy akiket oda menekítettek. Te mit tudsz arról, kik vannak most az MTV épületében? Majdnem biztos vagyok benne, hogy akik benne vannak az épületben, azok ki tudnak jönni, mert a Nádor utca felől szabad a kijárás, ezt egyrészt a rendőrök biztosítják, másrészt meg maguk a tiltakozók is az épület elején vannak, tehát az első fronton, nem pedig itt hátul, úgyhogy nem hinném, hogy sérültek lennének. Sérültek egyébként lehettek nyilván akkor is, amikor benyomultak oda a tüntetők, meg hát akkor is, amikor több ablakot bedobtak kövekkel. Az Index információi szerint, körülbelül 20 perccel ezelőtt információi szerint Juhász Ferenc és Navracsis Tibor is éppen az MTV épületében volt, amikor megrohamozták a tüntetők azt, és ők azt mondták, hogy vigyáznak rájuk, televízión keresztül követik az eseményeket. Esetleg tudsz arról, hogy ők még ott vannak, vagy egyáltalán politikusok vannak-e még az MTV épületében? Erről nincsenek információ, hogy aki akarta, az elhagyhatta az épületet. Itt előttem egyébként most egy elég súlyosnak látszó sérültet cipelnek négyen a mentőautók felé. Neki a feje be van kötve és nem tud járni, tetétlábát fogják és úgy viszik a mentőautók felé. Rendőr vagy civil? Ő civil. Közben a Hír TV élő képeit láthatjuk a Szabadság térről, ahol a helyzet szinte nem is változott az előző 10 percben, nyugodtan elmondhatjuk azt, hogy most már inkább bámészkodókat látunk, de ezt szakítsuk meg egy pillanatra, ugyanis vonalban van Kuncze Gábor, az SZDSZ elnöke. Jó estét kívánok! Jó estét kívánok! Hogyan értékeli a mai eseményeket? Hát egyrészt én úgy ítélem meg, hogy ez egy különösebb alapok nélküli provokáció, ami a televízió épülete előtt zajlik. Aki figyelemmel kísérte a képeket, azt láthatta, hogy a rendőrök végzik a dolgukat, védik a televízió épületét. Most is látható a képen, hogy a tömeg pedig kövekkel dobálja őket. Korábbi képeken azt lehetett látni, hogy megtámadják a rendőröket. Ez biztos, hogy nem tudott sehová. És nem hiszem, hogy ez az ország ezt szeretné, amit most itt látunk a képeken, hogy ez legyen a jövőben, ez Magyarország. Én azt gondolom, hogy ilyen tétje a politikának semmiképpen nincsen. Ön volt belügyminiszter. Mit tehet ilyenkor a belügyminiszter a jelenlegi ebben a helyzetben? Hát úgy látom, hogy a rendőrség tudja, hogy mi a dolga. A rendőrség egyébként nagyon visszafogottan viselkedik, megjegyzem, nagyon helyesen visszafogott, és egyébként pedig határozott. Ha ez így folytatódik tovább, a rendőrségnek még határozottabbnak kell lennie, hiszen az ő dolga a rend fenntartása. Amit itt most látunk, az provokáció, rendre provokálják a rendőröket. Nyilván ilyen módon próbálják meg a hangtartot a rendőrség és általában a fennálló rendben hergelni, de ez ebben az adott szituációban teljesen indokolatlan. A politikusok, bocsásson, még egy kérdés, a politikusok hogyan csillapíthatják a kedélyeket? Holnap mit kéne tenniük ahhoz, hogy a tüntetések abban maradjanak? Szerintem nyugalomra kell felszólítani, nem létezik, hogy ez valahová vezethet ebben az országban, a 21. században, az Európai Unióban, akkor, amikor a demokrácia intézményrendszerei egyébként megfelelő módon működnek. Sajnos a háttérből pörgették a tömeget, és ez most megbosszulja magát. Éppen ezért felelős politikusnak, akinek pontos a demokrácia, most ki kell állnia, és nyugalomra kell felszólítania a híveit. Holnap ülésezik a parlament, ahogy hallom, az ellenzék nem vesz részt az ülésben, de az ellenzéknek is ebből részt kell vállalnia. Ez kezd túl veszélyes lenni, és a végén ők sem fogják tudni kezelni a kialakult hangulatot. Nem erre van most szüksége Magyarországnak. Ön azt mondta az előbb, hogy valaki irányítja a tömeget. Kire gondol? Nem ezt mondtam egész pontosan, hanem hogy a háttérből hergelték őket. Én azokra gondolok, akik azt mondták, hogy illegitim a kormány, akik azt mondják, hogy szavazzatok ránk, és akkor megindulunk a kormány ellen, és így tovább, és így tovább. Ez a hangulat tükröződik most vissza, és egyúttal azt is látjuk, hogy hová vezethet a felelőtlen politizálást,
és a hatalom végtelen appellásra. Szerintem egyébként a politika sem érhet meg ennyit. Ön úgy gondolja, hogy a kb. Egy héttel ezelőtti kijelentésnek most erősödik fel a hatása? A kijelentések nem egy héttel ezelőtt hangzottak el, hanem korábban is már több alkalommal, és ezek összessége vagy együttese hozhatta el ezt a hangulatot. Persze a sziktát előkerült Magnó felvétel jelentette, de ez elő volt készítve 23-ára, másik 23-ára, és így tovább, és így tovább. Ez felelőtlenség, ez az országgal szembeni felelőtlenség. Ezt nem szabad engedni tovább folytatódni. Köszönjük szépen Kuncze Gábornak, ez volt tehát az SZDSZ elnökének a véleménye, és kollégáim nyilván azon vannak, azon szorgoskodnak, hogy mi hamarabb kapcsolhassunk egy fideszes vagy KDNP-s politikust. A vonalban újra tudósítunk a Szabadságtérről, vagy most már az előbb a Nádor utcában volt Kruzslisz Dávid. Így van, igen, továbbra is jó estét kívánok. Itt hátul vagyok, mert mindig a rendőröknél rendkívül elcsigázottak azok a rendőrök, akik hátul vannak. Rendkívül kimerültek, itt láttam egy rendőrlányt, aki sírt a kocsiba, őt most viszik el néhány másik rendőrrel együtt. A többiek, akik itt csapatba szolálltak, ők viszont most mennek be az MTV épületébe hátulról. Tehát elképzelhető, hogy ismét onnan akarnak majd kitörni és megindulni. Az én saját szubjektív megítélésem egyébként az, hogy ahhoz kevesen vannak, hogy kiszorítsák az embereket a térről. Ahhoz elegen, hogy megvédjék az MTV épületét, de ahhoz jóval többen kéne lenniük, hogy hatásosan fel tudják osztani a tömeget. Dávid, nincs utánpótlás? Tehát nem látod, hogy érkeznének újabb rendőrök a helyszínre, akik még frissek? Én nem láttam egyelőre újabb érkező rendőröket, persze az is igaz, hogy a tér az rendkívül nagy, így elég sok irányból érkezhetnek rendőrök, mert hát gondolom, ha még átvezényelik egyik kerületből a másikba őket, azért az is eltart egy ideig. Most a képeken éppen azt látjuk, egyébként ezek a hírtelevízió élő képei, amiket az RTL Klub átvehet. Most azt látjuk, Dávid, amit te is láthatsz esetleg, bár nem tudom, hogy milyen szögben állsz most, hogy megint egyre többen jutnak fel az MTV lépcsőjén, a vízágyú ellenére egyébként, és füstöt látunk a képen, de úgy tűnik, hogy 8-10-20 ember az, aki újra és újra előre nyomul. Hát annál azért valamivel többen vannak, de tény az, hogy a tömegnek egy elenyésző kisebb része az, akik aktívan harcolnak a rendőrökkel, a többiek inkább csak nézelődnek, hogy aztán előbb is mondtam, és hát kiáltásokkal biztatják azokat, akik elől állnak. Most tűzi hallgásba törtek ki egyébként éppen, és hát folyamatosan érkeznek a Kossuth tér felől az emberek, tehát egyre többen lesznek itt a civilek, miközben mondom, én azt nem látom, hogy a rendőrök bocsás, száma... Bocsáss, nem akarom belőtt folytani a szót, de itt látjuk pont a főbejáratról a képeket, az élő képeket, és hát bizony újra megindult a tömeg, tehát amit te mondtál, hogy már visszaszorították őket a Szabadságtér felé, az már nem igaz, mert már megint ott van a tömeg, ugye az MTV főbejáratánál, ahonnan hát erős túlzás vízágyúnak nevezni azt a vízsugarat, ami talán egy slagból jöhet az MTV főbejárata felől. A tömeget semmi nem zavarja, gyakorlatilag kövekkel dobálják az ajtót, ami a kezük ügyébe akad, üvegekkel, esernyőkkel, tehát ott vannak bent a székháznál, és egy rendőrt sem látunk, ugye Antónia? Egyáltalán nem látunk rendőröket az MTV főbejáratánál. Amit egyébként most láttál, az az tényleges lag volt, mert hogy maga az autó az oldalon valahol, az igazából az elején húzták be, tehát az elején látunk ilyen vastagabb vízsugarakat az épületből kifelé. Most nem tudom, hogy mi történik, valószínűleg várakozó állásponton vannak a rendőrök, és tényleg csak éppen annyit csinálnak, hogy ne menjenek be az emberek a televízió épületébe. Közben sikerült eloltani egyébként az autót, a tűzoltóknak az most már csak füstölt. A vonalban közben Szijjártó Péter, Fidesz. Jó estét kívánok! Jó estét kívánok! Ön hogyan értékeli a ma esti eseményeket, és különösképpen vegyük most a szabadságtéri megmozdulást? Hát úgy tűnik, hogy az emberek elemi kétségbeesése és elemi csalódottsága vezetett odáig, ami most történik Budapesten. Sajnos a hazugság politikájának sokszor beláthatatlan következményei vannak. Sajnos mindazok, akik a hazugság és az átverés politikáját képviselik, a mai napon sem vitték közelebb megoldáshoz a helyzetet, pedig egyértelműen ő rajtuk múlik, hogy ezt a helyzetet mikor lehet megoldani. Ön szerint, a Fidesz szerint mi lenne a megoldás?
A mai napon világossá tettük az álláspontunkat. Kiderült, hogy Magyarországon az embereket nyílt és szervezett politikai hazugság keretében becsapták. A miniszterelnök lebukott, hiszen hazudott az embereknek, hosszan hazudott az embereknek. Az elmúlt 4 évet feláldozták annak érdekében, hogy hatalmon tudjanak maradni. Az emberek csalódottsága és kétségbeesése emiatt van. Be kell fejezni a hazugság politikáját, le kell vonni a konzekvenciákat a következmények. Önök azt mondták, hogy szolidaritást vállalnak a tüntetőkkel. Ezek szerint egyetért azzal, amit most a Szabadság téren látunk? Hogyha figyelmesen hallotta és olvasta a mai kérésünket, amely valóban úgy kezdődött, hogy szolidaritást vállalunk a tüntetőkkel, arra kértünk mindenkit, hogy ne üljenek fel a provokációknak, előzzék meg azt, hogy provokáció áldozatai legyenek, és arra kértünk mindenkit, hogy alkotmányos körülmények között tartsák az akciókat, megmozdulásokat. Továbbra is természetesen ez a kérésünk. A provokáció szót használta az imént Kuncze Gábor, és most ön is ki provokál ön szerint? Ki áll a háttérben? Nézze, én nem tenném felelőssé a csalódástól és a kétségbeeséstől szenvedő embereket. Hát mégiscsak a hazugság politikája a derült fény Magyarországon az elmúlt napokban miniszterelnök lebukása kapcsán. Le kellene vonni a következményeket. Az emberek kétségbe esettek és csalódottak. Orbán Viktor megszakította a brüsszeli tárgyalásait, és úgy tudjuk, hogy ma éjszaka a haza is tér, vagy már esetleg megérkezett. Ön beszélte Orbán Viktorral, mert azért rá általában hallgat a tömeg. Valóban Orbán Viktor, a Fidesz elnöke Brüsszelben tartózkodott, és a tervek szerint holnap estig ott is maradt volna, hiszen Orbán Viktor a Fideszben viselt pozíciója mellett az Európai Néppárt egyik alelnöke is, és az Európai Néppárt elnökségi ülést tart Brüsszelben. Azonban a helyzet miatt elnök úr úgy döntött, hogy még a mai este éjszaka folyamán visszatér Magyarországra. Önök készülnek valamit mondani holnap az embereknek? A nagy nyilvánosságnak? Természetesen ez a helyzet olyan, hogy minden felelős politikai erőnek meg kell szólalnia. Mi ezt a mai napon is megtettük, hiszen arra kértük a szocialistákat és a szabaddemokratákat, hogy vonják meg a bizalmat attól a miniszterelnökről, aki lebukott, hogy hosszú ideig hazudott a magyar embereknek. De a köztársasági elnök is kifejezte, hogy a szocialisták és a szabaddemokraták, mint a parlamenti többséget alkotók felelőssége az, hogy ez a helyzet megoldódjék. Azt mondja, hogy ezt el kell mondani, nem kellene a parlamentben. Meg tudja erősíteni, hogy holnap nem mennek el a parlamentbe a Fidesz képviselői. Ez a holnap két vitanapra került volna, illetve kerül majd sor. Visszavontuk azt a kezdeményezésünket, amely a kormány első 100 napjáról való vitanap megtartásáról szólt, hiszen a legélethűbben a miniszterelnök lebukásakor nyilvánosság került hangfelvétel, hogy el, hogy mit gondolt Gyurcsány Ferenc az elmúlt 100 napról. Ezek után arról vitázni vele nincs nagyon értelme. A nemzeti fejlesztésekkel kapcsolatban pedig igazából már nem tudjuk, hogy mi az igazság, hiszen a miniszterelnök hazudott. Annyi fajta dokumentum fut már nemzeti fejlesztési terv, illetőleg egyéb neveken, hogy ott már nem tudjuk, mi az igazság, ezért valóban nem veszünk részt a két vitában. Köszönjük szépen, Szijjárt úr, a telefonvonalban pedig az MTV elnök, a Magyar Televízió elnöke Rudi Zoltán. Szervusz! Jó estét kívánok, szervusz István! Megdöbbentő felvételeket látunk, te bent vagy az épületben? Természetesen bent. Milyen bent a helyzet? Tettek-e kárt az archívumban valóban? Vagy mit láttál? Hát azt lehet látni a belülről, hogy 15-20 percenként megújuló erővel elindul egy roham a főbejárat ellen, és nem tudom megbecsülni belülről, hogy hányan vannak kint a téren, de nyilván nagyon sokan vannak, hiszen ha jól hallom, meg jól látom, akkor autókat borongatnak, és kővel dobálják az épületet, ablakait, meg a bejáratát. A műsorkészítőket védik a rendőrök? Hát az épületet próbálják védeni a rendőrök, a műsorkészítők dolgoznak, kiradós kollégáim fönt vannak, az este szerkesztőségének munkatársai bent vannak. Itt van mindenki, akinek ilyenkor itt kell lennie, műsorigazgató, kérigazgató, mindenki. Zoli, mi látjuk a külső képeket, most az imént éppen egy autót borítottak fel, egy autó teljesen kiégett, az épületen belül történt-e valamilyen kár? Az épületen belül ebben eddig a pillanatig nem keletkezett kár. A készenléti rendőrség néhány
munkatársát valamilyen sérülés értette, mert mentőkkel vitték el őket. Nem tudom pontosan, hogy milyen sérülés érte őket. A mi tudósítónk azt mondta, hogy aki ki akar menni a székházból, az szerinte ki tud, ha más nem a Nándor utca felé, de így van-e? Tehát aki szeretné, az el tudja hagyni a székházat, vagy bent rekedte valaki? Nem, ez egy teljesen téves információ. Az épületet hermetik lezárta, vagy a felidő biztonsági szolgálata, illetve a képzeléti rendőrség munkatársai. Rudi Zoltán, elmondjuk neked, hogy közben a Sky News brit hírtelevízió, világcsatorna és élőben közvetíti, sőt most mondják kollégáim azt, hogy a BBC World Service is élőben közvetíti a Budapesten folyamatban lévő eseményeket. A külföldi kollégák tőletek kapnak felvételeket? Nem tudom, hogy kitől kapják a felvételeket, mert a mi műholdas téren van, itt a Kossuth térről, a tömegben már nem tudott átállni a Szabadság térre. A mi képeik, amelyeket kollégáim most tudtának, illetve élőben adnak, azok olyan képek, amelyeket a stúdióból kitolt kamerákon keresztül rögzítik. Tudtok-e valamit arról, hogy kaptok-e további rendőri segítséget? A tudósítónk azt mondta, hogy ő úgy ítéli meg, hogy kevés ahhoz a rendőr, hogy kiszorítsák a tömeget, legfeljebb az épületet tudják védeni. Te hogy ítéled ezt meg? Valóban én is úgy látom, hogy kevés a rendőri erő, illetve én nem vagyok rendőrségi szakértő, nem tudom, hogy egy ilyen épület védelméhez hány ember kell, csak azt tudom, hogy a normális munka feltételei azok most nincsenek meg, hiszen a harmadik emeletig könygázzal telt meg az épület. Nagyon csípős a levegő, a kiradó, fákunk, hogy nem tudom. Rudi Zoltán, köszönjük szépen, hogy a rendelkezésünkre álltál, és a vonalban itt van Lendvai Ildikó, frakcióvezető, jó estét kívánunk. Hogyan tudnák kommentálni az eseményeket? Mi az élőképeken azt látjuk, hogy ostrom alatt tartják az MTV-t, gyújtogatnak, rongálnak az emberek az MTV előtt. Mit szól mindehez? Nézze, most az ország nyugalmat ért. Semmi olyan meggyőződés nincsen, ami menlevelet adhatna a középületek ostromára, vagy autók felgyújtására, vagy rendőrök megtámadására. Most minden politikai pártnak az a dolga, hogy rendelje haza, ha vannak törvényszegű szimpatizánsait. Elég méltatlan, hogy miközben látom a képsorokat, azt is látom, hogy a Fidesz helyett szolidaritását fejezi ki azokkal a tüntetőkkel, akik éppen hadszintérré változtatják az utcát. De mindegy, hogy mi volt. Mindegy, hogy volt-e vagy nem volt forgatókönyv. A feladat most az, hogy ki tólítsa fel azokat, akik veszélyeztetik a nyugalmat és a törvényességet, és hívja haza őket. Arról is gondoskodni kell, hogy soha többé ezek órákban fideszes parlamenti képviselő ne szólítsa fel forradalomra az embereket, mint néhány órája Wittmer Mária tette. Parlamenti képviselő politizáljon az országgyűlésben és ne az utcán. Jöjjön el holnap a parlamenti vitára, és a Fidesz szándékával ellentétben, ne a parlamentet bojkottálva asszisztáljon az utcán történtekhez. Szijjártó Péter az imént azt mondta, hogy ugyan szolidaritást vállaltak, de azt kérték az emberektől, hogy ne menjenek tüntetni. Mit gondol erről? Ön most tulajdonképpen párhuzamot vont, azt mondja, hogy a pártok szimpatizánsai is ott vannak. Mivel tudná ezt bizonyítani? Szijjártó Péter rosszul emlékszik a nyilatkozatára. Fölteszem, a Hír TV pontosan idézi Szijjártó Péterék nyilatkozatát. Szolidaritásukat fejezték ki a tüntetőkkel, és nem arra szólították fel őket, hogy ne tüntessenek, hanem arra, hogy a kormány tervezett provokációinak ne dőljenek be. Hát kötve hiszem, hogy ételmével bárki elhiszi, hogy Wittmer Mária a kormány provokációjának eszközeként, fideszes képviselőként éppen bújtogatja a tüntetőket. Hát ismerős arcokat látunk. Még egyszer mondom, egy parlamenti képviselőt látok, az a Fideszé. Látom a szélső jobb oldal ismert képviselőjét, láttuk már őket sok demonstráción. Ezek történetesen azoknak a szélső jobb oldali mozgalmaknak a tagjai, akiket ismerünk, és akik itt-ott az önkormányzati választásokon, lehet, hogy a Fidesz szándéka ellenére, de nem is tiltakoztak ellene, szövetségesükkel segődtek. Én nem állítom
hogy parlamenti párt est akarta, hogy utcai gyújtogatást akart és középületek ostromát. De bármit akart, most szólnia kell, és visszavonni a meghirdetett szolidaritást. Ezeknek a képeknek a láttán nem gondolja úgy, hogy másképp kellett volna dönteniük a mai rendkívüli frakcióülésen? Ezek a képek megerősítenek engem, hogy helyesen döntöttünk a frakcióülésen. Azt mondtuk, hogy számunkra az ország gazdasági és politikai stabilitása fontos, mert az ország érdekére esküdtünk fel. A gazdasági stabilitás az, ami miatt folytatjuk a programot, és éppen a politikai stabilitás az, amit egyébként az ország többsége, legyen bármilyen pártállása, mindig is támogatott, amit most védendőnek tartunk. Nem, Vai Ildikó, köszönjük szépen. Köszönjük szépen, hogy közreműködött. A többség védelme érdekében talán teljesen a politikusoktól függetlenül mondhatjuk Antóniával mindketten, hogy azt látjuk, hogy a Szabadságtéren is a tüntetők nagy része bizony ott áll, inkább fotókat készítenek és nézelődnek, és van egy ilyen 25-30 fős kemény mag, akik rendszeresen megpróbálnak bejutni az MTV székházába, és újabb rohamokat indítanak. A telefonnál Kruzslitz Dávid tudósít. Szervusz, jó estét kívánok! Hát a helyzet egyelőre úgy néz ki, hogy patthelyzet van itt a Szabadságtéren. A MTV székházában levonták a rácsokat, így nem tudnak bejutni a tüntetők, de egy a rendőrök sem mentek ki. Most viszont hátulra megérkezett az erős, tehát végre megérkezett a rendőrök erősítése, akik bementek az MTV székházába. Gondolom, hogy előbb-utóbb elindul egy akció is. Érdekes egyébként, hogy a környező utcákban az emberek a kocsmák ajtajába állnak, és figyelik azt, hogy mit mutatnak a televíziók. Tehát a tévéközvetítést nézik most is. Dávid, az előbb láttuk, hogy egy tűzoltóautó érkezett. Most azt látjuk, hogy újabb és újabb helyeken próbálnak gyújtogatni a tüntetők, a tűzoltók. Mennyire tudják ellátni a feladatukat? Hát a tűzoltók miután eloltották azt a bizonyos rángoló autót, utána ők is hátrahúzódtak a Nádor utcába, de 3-4 autóval is érkeztek, úgyhogy felkészültek arra, hogy ismételten beavatkoznak. Nyilván nincsen könnyű dolguk. Gondolom, hogy amikor a rendőrök akcióban vannak, akkor ők oda sem mehetnek, és hát amikor nincsenek, akkor is óriási a tömeg itt a szabadságtéri bejárat környékén. Most is gyülekeznek az emberek, azt mondod, hogy érkezett erősítés, mégis mekkora erőkkel érkeztek? Ezt nehéz megítélni, én olyan 30-40 rendőrt láttam körülbelül, de természetesen jöttek már korábban is még többen, úgyhogy nem tudom, hogy mennyi jelennek benne az épületbe. Én is azt láttam egyébként innen a Szabadságtér sarkáról, hogy ismét nagy lángol ég valami, gyanítom, hogy egy másik autót is sikerült felgyújtani. Igen, egy autó lángol ismét, ezért kérdeztem, hogy a tűzoltók mennyire tudnak a közelbe menni. Dávid, maradj még velünk, de itt van a vonalban Dávid Ibolya, az MDF elnöke. Jó estét kívánok, elnök asszony! Hogyan tudnák kommentálni a látott képsorokat? A felelőtlen és hazafiatlan miniszterelnöki politikára az este az utca felelőtlen választ adott. Azt javasoljuk, hogy Gyurcsány Ferenc kérjen bocsánatot és távozzon a közéletből, de azt is javasoljuk, hogy a Fidesz szólítsa vissza az embereket az utcáról. Azt javasoljuk, hogy ne tartsa meg Fidesz a szombati utcai rendezvényét, ahogy javasoltuk ezt 4 éve, akár tavasszal is, az MSZP-nek, amikor utcai rendezvényre hívta a több százezres tömeget. Üljön le holnap a parlamentbe, amit pont az ellenzék kérésére hívtak össze. A Fidesz, a KDNP, a Magyar Demokrata Fórum a kormánypártokkal, és ott mondjuk el azt, mit és hogyan akarunk az ország érdekében megtenni. Egy parlamentáris demokráciában a sorsdöntő kérdések a parlamentben kell, hogy eldőljenek. Elnök asszony, önök úgy gondolják, hogy a Fidesz küldte az utcára az embereket? Nem. Nem, ez látszik a mai tüntetésből, hogy spontán tüntetés. Ugyanakkor fontosnak tartjuk azt, hogy elhangozzék egy ilyen mondat, hogy ne menjenek az emberek az utcára. Tőlünk ezt tudják, mert a Magyar Demokrata Fórum soha, de soha nem volt az utcai politizálásnak a híve, hiszen soha nem lehet egy konzervatív, az anarchiának a veszélyével együtt járó utcai rendezvénynek a támogatója. Demokráciát akartuk, azt akartuk, hogy egy közvetett demokráciában a közvetetten megválasztott képviselőkön keresztül gyakoroljuk politikai jogainkat,
erre jobb alkalom, mint a holnapi egész napos parlamenti ülés nincsen. Én minden pártot arra kérek, hogy ezt a kérdést nekünk, politikusoknak is a parlamentben kell megoldani, és nem pedig az utca ad-hoc csoportosulásainak a döntésére kell bízni. Szijjártó Péter az imént azt mondta, hogy ők biztosan nem mennek a parlamentbe, nem akarnak asszisztálni mindehhez. Mit gondol, mit kéne most tennie egyébként a koalíciónak, mit kéne tennie az SZDSZ-nek, illetve az MSZP-nek? A délután folyamán is azt javasoltuk, óriási a felelőssége a kormánypártoknak ebben az elmúlt néhány napos anarchiához vezető úton. Az abban, hogy amit elmúlt 4 évben a miniszterelnök bevallása szerint tettek, hazudtak, semmit nem tettek eredménnyel, és mindennek a célja csak az volt, hogy a kormányzati hatalmat át tudják menteni. Ez egy nagyon-nagyon-nagyon szomorú kép, mi ezért javasoltuk, hogy a kormánypártok kérjenek bocsánatot, és Gyurcsány Ferenc távozzon a közéletből. Ugyanakkor szeretném hangsúlyozni, ebben a mai helyzetben csak a parlamenttal, ahol megoldások születhetnek, ahol a parlamentpártoknak, az ellenzéki pártok felelősségének és a kormánypártok felelősségének a legalapvetőbb helyszíne az országgyűlés, ahol nekünk megoldást kell találnunk. Ezt soha nem fogja az utca eldönteni. Elnök asszony, tehát ön szerint két dologra van szükség, hogy összefoglaljuk ahhoz, hogy az emberek, a tüntetők a lelkükben megnyugodjanak és visszamenjenek az utcáról. Az egyik az, hogy mondjon le a kormányfő, a koalíció kérjen bocsánatot, illetve, hogy az ellenzéki pártok szólítsák fel a tüntetőket arra, hogy menjenek haza. Ez a lényege. Az utca megoldása soha nem vezet volna. Dávid Ibolya, köszönjük szépen, és megint megpróbáljuk az élő képeket megmutatni önöknek, hogy mi történik éppen a Szabadság téren. Az előbb egy pillanatra be lehetett látni az MTV székházába, ahonnan pajzsok mögül leselkedő rendőröket látunk kitekinteni az utcára. A tűzoltóautó, amit ugye Antóniával is itt láttunk, és önök is láthattak, hát a tüzet nem oltotta el, valószínűleg ott áll, és nem tudnak bemenni. Egyébként, hogyha látják ezeket a képeket, akkor önök is észrevehetik, hogy fotósok, operatőrök, és sokan ott állnak még a tüntetők mellett a Magyar Televízió székházának lépcsőjén, és semmiféle inzultus nem éri őket, és az emberek itt lejjebb, az úgynevezett patkóban, ami ott az MTV főbejáratánál van, beszélgetnek, hát kicsit vizesek már ugye azok, akik megpróbáltak bejutni a székházba, és a vízágyúnak nevezett slaggal ugye találták őket a bejáratból. De hát nehéz szaporítsam itt a szót a stúdióból, amikor ott van Kruzsis Dávid a helyszínen. Dávid, szervusz, vonalban vagy. Háló, igen, itt vagyok. Pillanatilag azt látom, hogy ég továbbra is az az autó, amit az előbb felgyújtottak, és hát a tömeg most egy picit elcsendesedett, ha ott nem, ez csak időleges. Rendőrségtől megtudtál-e valamit, hogy érkeznek-e rohamrendőrök a helyszínre? Egyáltalán mit terveznek? Hát nem történik semmi. Azt hiszem, hogy még mindig az erősítést várják. Tehát ahogy azt már az előbb is mondtam, ahhoz szerintem kevesen voltak eddig, hogy a térről az embereket kitereljék, ez egy rendkívül nagy tér, nagyon könnyen kitértek a rohamrendőrök elől, és valószínűleg az erősítésre várnak, viszont a tűzoltók meg dolgoznak elől, tehát oltják a második égő autót is. Tüntetőkkel beszéltél-e, meddig maradnak ott az MTV székházánál? Hát amennyire én ezt látom, meg meg tudom ítélni, eléggé elszánt a kemény mag, tehát nem úgy néz ki, mintha bárhoz akarna menni, és hát a nézelődők, tehát a többiek, azok meg folyamatosan cserélődnek. Tehát úgy tűnik, hogy az emberek, ahogy látják a hírekbe, hallják a hírekbe, hogy itt esemény van, kijönnek ide, megnézik azt, hogy mi történik, és aztán tovább állnak, de jönnek már is a helyükre mások. Tehát én nem érzékelem azt, hogy mondjuk az elmúlt egy órában fogyott volna. Azt mondod, hogy elszántak az emberek, de mégis mire? Hát mi a cél? Ezt nagyon nehéz mondani, hogy akartak elolvasni egy közleményt. Tehát fel akartak olvasni valamit, aztán azt is gondolták, hogy jöjjön ki valaki az MTV épületéből, és tárgyaljon velük, és hát leginkább be akartak menni, és utána pedig ez ugye az első órában volt mondjuk, és utána pedig, mikor itt elszabadultak az indulatok, már nincs különösebb céljuk szerintem, csak a rombolás. Tehát az a kemény mag, akik verekeztek a rendőrök elő, körbejártak az épületet, ahol találtak olyan ablakot, amit elértek, azt leverték, felfüggesztették az ajtókat, kivettek kazettákat, megpróbálták felborítani az autókat, és hát fel is gyújtottak kettő autót.
Dávid, maradj még velünk, de úgy halljuk, hogy itt van a vonalban Várkonyi Gyula, a Független Hírügynökség tudósítója. Szervusz Gyula, igaz, hogy te bejutottál az épületbe? Hol vagy most? Én az épületben nem jutottam be, itt vagyok az épület jobbszárnyánál, a rendezői oknál. Itt három autó égését látjuk. Páran bejutottak az épületbe és feljutottak ezt-azt, és úgy látom, hogy hoznak is jól, mindenféle értéktárgyakat. Itt a környéken pedig hát tárahetszelik őket, úgyhogy nem való ki, hogy a közeljövőben egy csitulna a hangulat. Gyula, hol jutottak be az épületbe és mit hoznak ki? Itt felhúzták ezeket a rácsokat, amik rédik az ablakokat, betörték a mindennel, ami a kezük ügyébe akad. És hát páran nekivetkezett, berontottak. Azt még nem látom minden pontosan, mit hoznak ki, de az előbb úgy láttam, hogy valamit fel is gyújtottak az épületben. Egyelőre úgy néz ki, hogy nem még benne semmi. Tudtál-e beszélni esetleg valakivel? Dávidtól is ezt kérdezzük folyamatosan, hogy mi a célja a tüntetőknek? Mondanak erről valamit? Az igazság, hogy itt két részre szakadtak a tüntetők. Van, akik hetszelik azokat, akik törnek, zúznak. Azonban vannak olyanok, akik itt most egy felrobbantó. Páran próbálj csitítani őket, de gyakorlatilag teljesen reménytelen. Mi úgy látjuk, hogy sörös üveggel a kézbe rontanak a épületnek. De azt mondtad, hogy hetszelik a tüntetők egy részét. Mivel hetszelik? Kik ezek az emberek? Hát nem akarok politikával belebonyolódni, de látunk egy hátményik miértes és jobbikos látókat is, de igazából politikai szellemben nincsen, ez már nem emlékeztet arra, amivel ez elkezdődött. Tehát itt már a kormányról nincs szó, itt már csak törnekézőznek, úgy látjuk itt a közöttem közelről. Körülötted is nagy a hangzavar, az előbb én nem értettem, mit mondtál, hogy mi robbant? Itt három autó égett, és a harmadiknak bosszúbolt a benzintankja, amiatt kellett egy kicsit hátrébb állni. Megsérült valaki, nem tudod? Nem tudunk közel menni, mert ott már rendőrökkel közelharcot vívnak a tüntetők, úgyhogy ott elég nehéz közelebb törtük, de megpróbálunk még közelebb jutni később. Gyula, próbálj meg közelebb jutni. Köszönjük szépen, hogyha bármi van, akkor kérünk téged, hogy azonnal jelentkezz. Kollégáimat pedig kérem, hogy nem minket mutassanak, hanem inkább próbáljuk meg az élőképet az MTV székházától, mert sokkal informatívabb, és akkor mi pedig mondjuk, hogy éppen mi történik ott. Nyilvánvaló az, hogy 30 ember még mindig nem tágul az MTV bejáratától. Egyébként a hátulálló tömeg viszonylag békés, ahogy itt láthatják önök is most ezen a képen, mondjuk annyira nem, mert nagyon sötét, de mintha az előbb valami könyvgáz füstöt láthattunk volna az MTV bejáratától. Tehát látják, ott ég az a bizonyos tank, amit Várkonyi Gyula tudósítónk az előbb említett, tehát annak a személyautónak a tankja, és a 30 ember pedig úgy látom, hogy csoportképet készített magáról egy fotóssal, aki fönt áll a lépcső tetején. Igen, folyamatosan azt láthatjuk, hogy nagyon sokan telefonálnak, valószínűleg otthonra közvetítik az eseményeket, vannak, akik telefonokkal fényképeket készítenek, és valóban egy masszív mag az, aki megpróbál még folyamatosan bejutni az ajtón, ahol most már a rácsokat is leengedték, a hátrébb állók azok inkább, mintha csak nézelődnének. Kruzsis Dávid van a vonalban ismét. Dávid, nálad mi a helyzet? Hát, hogy is mondjam, csak amit az előbb is mondtam, hogy nyugalom van, bár az előbb én is hallottam a nagy durranásokat. Idekén még mindig ég az autó, most már lassan végeznek fel a tűzoltók, mármint az oltásával a tűzoltók. És hát mindenki arra vár valószínűleg, hogy mit lépnek a rendőrök. Most itt többen is elkezdtek futni, aztán nagyon látszik, hogy pontosan mi elől futnak. De én nem látok rendőröket egyelőre. Nem látok rendőröket. Az előző képeken mi azt láthattuk, mintha belül, tehát a főbejárat túloldalán már sorakoznának fel a rendőrök, mármint a készenlétiek. Tehát elképzelhető, hogy ismét azt próbálják majd meg, amiről korábban te is beszéltél, hogy valamennyire előre törnek az épületből, kijönnek, valamennyire visszaszorítják a tömeget, és aztán újra visszahúzódnak az épületbe. Nincs-e valamilyen információ, nincs-e közvetlen kapcsolat esetleg a rendőrséggel, hogy mit terveznek még, jön-e még erősítés, vagy mire várnak? Hát az az igazság, hogy itt a helyszínen a bevetési parancsnokok se lennek, bár hogy erről bármit is mondjon, és azt gyanítom, hogy most benn van az épületben, hisz meg a következő felvonást, úgyhogy nekem ezt nagyon nehéz megmondani nekünk. Azt láttad, mert említetted ugye, hogy a Nádor utca felől újabb rendőri egységeket vezényeltek az MTV épületébe, amelynek ugye most tulajdonképpen csak a rács van ott a rendőrök és a tüntetők között, a székház főbejáratának a rácsa, hogy esetleg onnan kitörnek, de most ebben a pillanatban láthatjuk az élő képeken, amint a tüntetők
újra valami láng lobbant fel ott a bejáratnál. Bizony, lehet, hogy molotov koktél dobtak be. A rendőrök egyelőre nem mozdulnak. Befelé. Tehát azt gondolom, hogy ami hirtelen ilyen nagy láng alig, bár nem vagyok szakértő, ez talán molotov koktél lehetett ismét, és ezek robbannak ott a bejárat előtt, vagy ezt próbálják bedobni a rendőrök felé. Illetve egy közvetlen előttem egy srác ugrál egy autó tetején, egy hatalmas bosszal veri a karosszériát, az üvegeket, a szélvédőt, és mondom, ugrál a karosszéria tetején. Te próbál minél nagyobb kárt okozni a kocsiba, nekem minden így tűnik. Azok az emberek, azok a szónokok, akik délután ott voltak a Kossuth téren, közülük látsz valakit most ott a Szabadság téren? Mondjuk látod-e ott Kerényi Imrét, vagy Wittner Máriát, tehát szólnak-e tömeghez, hogy mérsékeljék magukat, ne okozzanak ilyen károkat, hiszen ez egy békés demonstrációnak indult. Én ismert arcokkal, közszereplőkkel nem találkoztam. Az a benyomásom, hogy tényleg a foci messzekről is lehet, béközép lehet ott középen, akik a hangadók, és hát közismert embereket, politikusokat nem láttam. Most megindultak a rendőrök, úgy látom, könyvgáz fújnak ki. Igen, most azt látom, hogy is a képeken, hogy húzódik hátraim a tömeg. Embereket. Igen, könnygáz lehet, hogy mindenki fogja a szemét, az orrát, hát ugye ez ilyenkor rettenetesen beindítja a nyálkahártyákat. Sőt, hogyha valaki beáll, mint ott ez az úr például, aki széttárt karral mutogat a bejáratnál, valaki beáll így a könnygáz közepébe, az súlyos sérüléseket is szenvedhet, és bizony kórházi kezelésre szorul majd a későbbiekben. Ugye ez Györfi Pál is mondta ma, ugye a mentőktől, hogy embereket vittek el már ma olyan sérüléssel. Igen, Györfi Pál szerint körülbelül 10 sérültet vittek el eddig a helyszínről. Ő azt mondta, hogy mindegyikük könnyebb sérülést szenvedett, és mindegyikük a Szabadság téren sérült meg a rendőrök és a tüntetők összecsapásaiban. Ezek elsősorban hámsérülések, mondta ő, illetve olyan sérülések, amelyeket a könnygáztól lehet szerezni. A másik, ugye említetted, hogy petíciót szeretek volna beolvasni. Erre volt példa Miskolcon is, ahol kijött a televízió elnöke, és... Hallunk, Dávid, mond. Igen, igen, és közben oldalt ismét megjelent a vízágyús autó, tehát úgy tűnik, hogy megkezdődik a rendőröknek a második majd támadó akciója. Gyanítom, hogy most párhuzamosan egyszerre fognak kitörni az épületből, és oldalról rengetegen vannak, sokkal-sokkal többen vannak, mint eddig. Én több száz rendőre becsülöm azt az erőt, akik most bekanyaroznak a Szabadság térre, aztán nem sokára feltűnnek majd a monitorotokon is, és vízágyúval osztatják a tömeget. Mögöttük pedig jönnek a rohamrendőrök a vízágyús autó fedezékébe. Igen, most már látjuk is a vízágyús sugarát. Nagyon-nagyon sokan vannak. Most már tényleg nagyon sokan vannak. Azt gondolom, hogy elkezdődött az utolsó felvonás. Dávid, mondd te, hogy mit látsz. Te vagy ott a helyszínen. Te érzed ennek az egésznek a hangulatát. Most érkezett most meg a... Most érnek a lépcsősor elé a rendőrök. Most már lehet látni a képeken, meglehetősen nagy sebességgel hajt a tömegbe a vízágyús autó, és mögötte pedig körbe olyan 100-150 rendőr rohan. A térre gumibottal felszerelkezve azonnal megkezdték a dobálást, köveket, amikor a kezék ügyébe akad az embereknek, azt felkapják a földről és dobálják a rendőröket, akik most egyébként innen hátulról meglehetősen védtelenek. Tehát ennek nem sok értelmét látom, hogy a hátukat mutatják az őket dobálók felé, így aztán nagyon sokan meg fognak sérülni. A vízágyús autó az kiment a szobor közepet, tehát a tér közepet felé, és most egyszerre két oldalra locsolja folyamatosan a tömeget, akik hátrébb is húzottak, közben néhányan pedig felrekeltek a lépcső tetején. Igen, éppen azt akartam tőled kérdezni, mi ugyanis azt nem látjuk, hogy akik a bejáratnál ugráltak az előbb, hogy ők is elindultak-e, elkezdtek-e onnan rohanni, vagy elérik-e őket a vízsugarak, vagy sem. Most viszont úgy tűnik, hogy a kamerák is. Látok, igen. Közvetlenül a székház bejáratánál állnak, hogy felszorultak oda tulajdonképpen, és hát még az oszlopokon csüngnek néhányan. És úgy tűnik, hogy közvetlenül a székház közeléből sikerült kiszteni az embereket. Nagyon érdekes, hogy a rendőrök nem felülről jöttek ki, hanem ezt az oldalról jöttek, és onnan foglalták el a tér közepét, mint pozíciót. Úgy tűnik, hogy most az a céljuk, hogy az egész teret kiürítsék, tehát ne csak a MTV székházát védjék meg közvetlenül. Köszönjük szépen, Dávid, maradj vonalban, önök láthatják közben az élő képeket, a vonalban pedig most Györfi Pál a mentőszolgálattól. Jó estét, hány sérültről tudunk, ugye az előbb 10-ről számolt be? Most már 20 fölött járunk, és még mindig nem a végleges adat, hogy folyamatosan nő a sérültszám, ami talán ebben a hírben megmutatott, hogy továbbra sincs életveszélyes sérült, mert döntően zúdulásos jellegű bérműsebe.
Igen, egyébként pont most lehetett látni az élőképen egy rendőrt, akit bekísértek ott egy kis helyiségbe oldalt a Magyar Televízió bejáratánál, és a vállát fogták, nyilván ő is egy kőtől sérülhetett meg. Most ebben a pillanatban, csak hogy ön is tudja, hogy esetleg további sérültekre számíthatnak, hát óriási kődobálás indult meg a Szabadság téren, a rohamrendőrök elindultak kifele, az MTV székháza felől pajzsokkal védik magukat, és újra olyan közelharc van az utcán, amiről talán itt az ember a stúdióban már el is veszti az időérzékét, de talán egy órával ezelőtt számolhattunk be, amikor visszaszorították a tüntetőket a Szabadság tér feléhez. Hány mentőautó van még ott a környéken, Györfi úr? Folyamatosan biztosítjuk a megfelelő számú mentőerőt a helyszínre. Ez azt jelenti, hogy körülbelül 10 mentőkocsi, amely a helyszínen tevékenykedik, a Szabadság téri épület különböző tárnyainál, illetve oldalbejáratainál. És hát folyamatosan szállítjuk kórházba a sérülteket, azokat, akiket kórházba kell szállítani, egy röntgenvizsgálat miatt, annak érdekében, hogy kizárjuk az esetleges belső sérülést, esetleges töréseket. Györfi Pál, egyelőre köszönjük szépen. Információink szerint összehívták a Nemzetbiztonsági Bizottság rendkívüli ülését. Kapcsoljuk Petrétei Józsefet, bízom benne, hogy hall minket. A kollégáim azt mondják, hogy még nincs a vonalban. Tehát arra várunk, hogy megkérdezhessük tőle, hogy ebben a helyzetben mit szeretnének, mit kívánnak tenni. Ahogy hallhatták is, az előbb Györfi Pál elmondta, az Országos Mentőszolgálat szóvivője, hogy most már legalább 20 sérültje van a szabadságtéri összecsapásnak, a rohamrendőrök és a tüntetők összecsapásainak. Györfi Pál továbbra is arról számol be, hogy ezek a sérülések jó részt könnyebb sérülések, bár volt olyan rendőr, aki súlyosabban is megsérült, de egyelőre nekik sincsenek egészen pontos információik, hiszen a sérülteket folyamatosan szállítják el a helyszínről. A képeken önök is azt láthatják, hogy noha a rendőrök, a romrendőrök megpróbálják kiszorítani a tömeget a szabadságtéri épület elől, azok mindig újra és újra előre törnek, illetve a kődobálást azt tulajdonképpen egyáltalán nem hagyják abba, sőt még a vízágyus autót is folyamatosan dobálják. Elképzelhető, hogy a kövektől is nagyon sokan megsérültek, illetve sérülnek még meg. Természetesen látod, hogy ezek jó nagy kövek, és amit itt az élő képeken önök is észrevehetik, a vízágyút nem kíséri jelentősebb rendőri erő. Tehát nyilván a rendőrök, ahogy ezt ugye Kuncze Gábor is elmondta, mint volt belügyminiszter, nagyon helyesen és nagyon jól teszik azt, hogy nem avatkoznak, úgymond hatékonyabban közben nem lépnek fel egyéb erősebb eszközökkel. Tehát ők szerintem egy olyan döntésre várnak, és addig pedig megpróbálják visszatartani a tüntetőket ezekkel a módszerekkel, ahogy tudják. Hát most már azt láthatjuk, ugye, hogy a vízágyú tetején is tüntetők vannak, sőt, már meg is fogták a slagot. Kruzslisz Dávid, szervusz, újra vonalban vagy. Az történt ugyanis, hogy a rendőri erő, akik kísérték a vízágyút, ők visszavonultak, és tulajdonképpen úgy tűnt, hogy elmenekültek az épület hátra mögé, mert lehet ennek taktikai oka is, én nem tudom, mindesetre eléggé furcsa visszavonulást hagytak végre. Az emberek közben már, mint a tüntetők egy része, szétszettek egy ilyen kisebb fabódét, és fagosságokkal ütötték a rendőrök hátát, meg kövekkel dobálták őket, meg sorompó darabokat tettek fel a kezükbe, és egészen a Nádor utcáig kergették ezt az egységet. Így aztán a vízágyús autó az ott maradt középen, fogáltatva egyébként, de aztán korábbi szeretett látni, hogy föl tudnak rá mászni a tüntetők, és a szélvédő előtt a rácsot, ami elvileg arra hivatott, hogy védje a bentülőket, azt fel tudják hajtani, és utána közvetlenül a szélvédőt be tudják ütni, úgyhogy most a abban ülő rendőröknek nem lehet túl könnyű a helyzete, közben a fekvét egy srác előttem a földön, úgy tűnik, hogy ő is megsérült a küzdelemben. Mentőszifon nem látok itt a környéken. Akkor Dávid, te foglalkozz a sebesültel, mi pedig azt látjuk, hogy gyakorlatilag elfoglalták a vízágyút. Tehát a maga a vízágyús kocsi maga tehetetlenül, mint egy locsolóként forgatja csápjait a Szabadságtér közepén, és a tüntetők valóban felhajtották a rácsokat az ablakoknál, sőt, a tüntetők a jármű tetején is ott vannak. Tehát ezt a vízágyús kocsit, mintha ott hagyta volna a rendőrség. Látják? Itt a kép. Tehát a vízágyú most már nem mintha oszlatná a tömeget, hanem inkább vonza. Sőt, egy hatalmas fém kordon rácsot cipel oda valaki a vízágyú felé.
Közben Antónia már említette, hogy összeült a nemzetbiztonsági kabinet, és nem sokára vonalban lesz Petréte József igazságügyminiszter, és elmondja, hogy mit szándékoznak tenni ebben a helyzetben. Egyébként jól látható futballszurkolók vannak a tömegben, mert különféle klubcsapatok sájaival van bekötve az arcuk, hogy ne legyenek felismerhetőek a rendőrségi felvételeken. Dávid, mi történt a sérülttel? A sérült feltápászkodott, és elment a mentők felé, gondolom, hogy nem sokára ellátják. Ő is a teljes fájdalmat, tehát itt szerintem a legtöbben felsérültek lesznek ma este. És hát most közeledek a vízágyús autóhoz. A harc a vízágyús autó körül összpontosul. Úgy tűnik egyébként, hogy civilek, tehát akik nem harcolnak, ők kevesebben vannak, tehát egy kicsit oszlott, vagy legalábbis hátrébb jön a civilek tömege, és a harcos tüntető körbevették a vízágyús autót, és azt próbálják megostromolni. Elkúrtat, nem tudom, hogy hallatszik, ez spandálja hangosan a tömeg, és hát minden tiszta sár. Tehát a gondolom a víztől, amit szétkocsoltak, aztán minden tiszta sár is. Arra kérem a kollégáimat a vezérlőben, hogyha tudják, akkor adják ki egy kicsit a helyszíni hangot. Ugye a nézők is jól hallják, hogy micsoda hangzavar van most a Szabadság téren, noha a képekről is nyilván ez látszik. Valaki felmászott, a tömeg pedig kapcsol ünnepni. El is zárták a sugarat. A vízsugarat. Te is azt láthatod, Dávid, amit mi innen a stúdióból, hogy hát a vízágyúnak gyakorlatilag annyi. Igen, nagyon egyértelmű volt, hogy a vízágyú rendőrök nélkül, akik körbevették és biztosították, elég kiszolgáltatott, és hát a bennelő rendőrök is, bár most úgy tűnik, hogy a vízágyút ismét beüzemelték. Egy sugárban megint próbálkoznak. Igen, most megint elállították, tehát egy magatehetetlen plédarabbá váltott a tulajdonképpen átvették az irányítást a vízágyú felett a tüntetők, én is úgy látom. Bizony, hatalmas kövek repkednek ott a televízió bejáratának közelében. Ezek utcakövek, most pedig ivrivalgás, minek örülnek? Elfoglalták a vízágyút, bizony egy magyar zászló van a vízágyú tetején, egy magyar zászlót lengető két-három fiatalembert látok ott állni. Az épület előtt viszont továbbra is az látszik, hogy ott még mindig lángol valami, hol a lángot látjuk, hol a hatalmas füstöt. Igen, az egyik autót nem sikerült eloltani a tűzoltóknak, úgyhogy azt tanítom, hogy most már lángolni fog, amíg teljesen ki nem ég. Azt nem hiszem, hogy ide most bemennének jönni a tűzoltók ebben a helyzetben az autóikkal. Számunkra az furcsa, hogy a rendőrök a kollégájukat magukra hagyják ott ebben a vízágyús autóban. Dávid, újból füstöt látunk. Igaz, ütemesen dörömbölnek az emberek a kocsi oldalán, több kutatni kétszeri egyszerre a kocsi oldalán, ezt hallatszik most az egész téren, ahogy dörömbölnek, és közben pedig egy fiú ott áll az autó tetén, és egy magyar zászlót lenget. Mi mondtuk, nem sokára vonalban lesz Petréte József, aki tulajdonképpen a vonalban is lenne, ha odaért volna a telefonhoz, egy kollégája azt mondta, hogy nem sokára idér. Tőlük várjuk a választ arra, hogy mikor lesz béke és nyugalom a fővárosban. Dávid, nem úgy tűnik, mintha az emberek haza szeretnének menni. Hát ez egyáltalán nem úgy tűnik, hogy az emberek haza szeretnének menni. És hát mondom, én nagyon furcsára van rendőrnek az erős akcióra. Hát megjelentek a rendőrök oldalról, de közben akik bejöttek, vagy talán így volt azok között, akik oldalról jöttek, és nagyon kevesen voltak. Közben feljutottak egy szaladik, ezt látok, ezúttal a szétterületnél kapcsol a jobb oldalon lángol, óriási lángokkal egy autó. Bizony, látjuk a fekete füstöt. Ezeken a felvételeken is ugye a kép közepén láthatták az imént önök is. A másik kocsi, hát gyakorlatilag az összes székház előtt parkoló autót felgyújtották. Ott semmi nem maradt éppen, és láthatják önök is most ezen a felvételen egy pillanatra láthatták, hogy az utcakövek bizony meglehetősen hiányosak. Tehát nyilván ezekkel az óriási bazalt kövekkel dobálóznak a tüntetők a Szabadság téren. Önök a képeket nézik, addig idézzük fel, hogy mi is történt ma. Este a tüntetők megrohamozták a Magyar Televízió székházát.
Kövekkel dobálták, betörték az ablakokat, autókat gyújtottak fel. A főbejáraton jutottak be, és az ablakokat is betörték. A rendőrök először bementek a székház épületébe, lezárták a bejáratot, és bentről vízágyukkal próbálták távol tartani a feldühödött tüntetőket. Kint a tömeg letépte a zászlót a Magyar Televízió székházáról. Petárdákat dobáltak, a televízió épülete előtt egy autót is felgyújtottak, illetve most már látták, hogy többet is, az első néhány perc alatt teljesen kiégett. Újabb rendőröket vezényeltek ki a helyszínre, akik vízágyukkal és könnygázgránátokkal próbálták hátrébb szorítani a tömeget. Ezután legalábbis egy időre a tömeg meghátrált, néhány perc múlva viszont újra visszamentek a lépcsőre. Az MTV bent ragadt munkatársai nem tudják elhagyni az épületet, a biztonsági szolgálat munkatársai és a rendőrök ugyanis körbezárták a székházat. A vonalban Petréte József igazságügyi miniszter. Jó estét kívánok! Jó estét kívánok! Mit tudnak tenni? Hogyan fognak hatékonyan fellépni? A rendőrség jelenleg nagy erőket von össze, hogy rendet a MTV székházban egy pillanat helyzetet. Ugyanis hát a alapvető feladat, hogy biztosítsuk az ország jogalmát, a közintézmények biztonságát, a rendőrök saját épségét. Nyilván a helyzetet az nehezíti, hogy az ország több pontján, illetőleg a fővárosban is különböző rendezvények zajlottak, és ezeket is biztosítani kellett. Miniszter úr, bocsássa meg, hogy közbeszólok, csak közben azt látjuk, hogy a kivezényelt vízágyút nem, hogy elfoglalták a tüntetők a Szabadság téren, de felgyújtották. A Szabadság téren jelenleg ezen a felgyújtott vízágyún kívül egyáltalán nem látjuk nyomát annak, hogy bármiféle rendőri intézkedés történt volna. Hát azért az Egységségházat rendőri erőkvédik. Ezt nem látjuk, itt látjuk az élő képet, semmi. A tüntetők kövekkel dobálnak, autókat gyújtanak fel, már a székház épület oldala is ég. Óriási a rendetlenség, finom szóval, a Szabadság téren. Tehát említettem azt, hogy össze kell vonni a rendőröket, mert valóban nagyobb rendőri erőfeszítés. Hány rendőr van most ott összesen, és még mennyit vezényelnek ki? Ezt nem kívánom jelenleg kommentálni. Ön szerint mennyi idő alatt tudják megfékezni a tüntetőket, hiszen az, ami ott most zajlik, legalább egy órája zajlik, egyre hevesebben. Ön mit gondol, mennyi idő alatt tudják őket innen eltávolítani? Igen, valóban több mint egy órája zajlik ez a dolog, és hát nagyon remélem, hogy hamarosan mihelyt a szükséges rendőri erőt érkeznek. Milyen felhatalmazást kaptak a rendőrök? Meddig mehetnek el? Hát nyilván a helyzet által megkövetett eszközöket vehetik igénybe, természetesen ebben a fegyverhasználat nem tartozik bele. Akkor, amikor autókat gyújtanak fel, molotov koktélokat dobálnak az emberek, hiszen már erre is láttunk ma este példát, most talán még az épület oldalánál is lángok csaptak fel, felborították ezt az autót, tehát meddig kell még a tüntetőknek elmenniük, hogy határozottabban lépjenek fel a rendőrök? Nézd, nem a tüntetőknek kell elmenni bizonyos mértékig. Én azt hiszem, hogy ezt a mértéket a tüntetők túllépték. Szükséges rendőri erőre van szükség. Mi labdarúgó Európa-bajnokságot szeretnénk rendezni. Hát itt láthatjuk a példát okulásként. Mi van, hogyha mondjuk egy olyan rendezvényen történik valami, akkor is ilyen sokat kéne várni a rendőrökre? Ez azért, még mielőtt megkapnánk a jogot, vagy bármi. Nyilván külföldön is látják ezeket, igazságügyminiszter úr, ezeket a felvételeket, az élőképet, a Sky, a BBC, mindenhol közvetítik, és mindenhol azt látják, hogy semmi nem történik. Nem a tüntetéssel van a baj, hanem azzal van a baj, hogy autókat gyújtanak föl, és tényleg értelmetlenül rombolnak emberek. Ezzel egyetértek, hogy értelmetlen rombolás folyik, ez túlmegy messze a békés demonstráción. Nem lehetett számolni azzal, hogy ez a demonstráció, ami tegnap elkezdődött, ennyire eszkalálódik. Hát nyilván ebben sok közre játszott a rendőrség, nem készült fel abban az értelemben ilyes rendezvényekre,
hogy ilyen erőszakos cselekményekre került sor, és ahogy említettem, az ország különböző pontjain kellett biztosítani a rendezvények, illetve Budapesten is több helyszínnél kellett biztosítást végre. Még végezetül annyit mondja, meg tudja nyugtatni a budapesti, azokat a budapesti polgárokat, akik éjszaka a televízióikon nem ilyen és ehhez hasonló képeket szeretnének nézni, hogy néhány órán belül rend lesz a fővárosban és nyugalom? Én nagyon remélem, hogy igen, ezen dolgoznak jelenleg. Miniszter úr, összehívták a nemzetbiztonsági kabinetet. Mit tehet a kabinet ebben a helyzetben? Mi a feladata? A kabinetet reggel 9 órára hívták össze. Az alapvető feladat az, hogy a itten tapasztaltakból levonjuk a megfelelő következtetéseket, és megbeszéljük a szükséges további kérdéseket. Miniszter úr, a levegőbe lőttek állítólag, ezt hallottuk tudósítóktól. Nem késői ez, vagy alszanak a kabinettagok ilyenkor? Vagy miért nem lehetett esetleg már most összehívni a nemzetbiztonsági kabinetet ilyen súlyos esetnél? Hát a nemzetbiztonsági kabinet összehívását meg lehet tenni természetesen, hogy a kabinet tanácskozik, a rendőrség még nem áll kellő erővel rendelkezésre. Közben a képen azt látjuk, hogy a tüntetők egy sérült rendőrt hoznak az MTV székháza elé, magyar zászlót lengetnek a kezükben, és nem tudjuk egyelőre, hogy hova viszik. Tudósítónk azt mondta, megpróbáljuk. Miniszter úr, köszönjük szépen, hogy a rendelkezésünkre állt, és figyelje éberen az eseményeket, mint ahogy mi is tesszük. Köszönjük szépen még egyszer. Tudósítónkat pedig megkérném, hogy kapcsoljuk a helyszínről, hiszen ő hallja azt, amit mi csak látunk. Kruzsis Dávid talán itt van. Hát nem tudom, hogy most a néző pontosan mit látnak. A tüntetők megkezdtek a szovjet emlékművet, és most feszegetik le éppen az oldalán a front tíz nagy húságokat próbálják lefeszegetni, létrákat támasztottak az emlékmű oldalának. Úgyhogy elképzelhető, hogy ennek nemzetközi következményei is lehetnek. És közben pedig kigyulladt az MTV épülete, oldalt ott, ahol az utolsó autót, tehát a harmadik autót felgyújtották, maga az épület egy része is lángra kapott, tűzoltót a környéken nem látni, a rendőrök pedig az Zoltán utcába húzottak be, most ott várakoznak, valószínűleg ismét az erősítésre. Igen, az imént mi is elmondtuk, hogy úgy látjuk, hogy mintha az épület égne, illetve mi azt, amiről te beszélsz, tehát hogy a szovjet emlékművet is megpróbálják lebontani vagy rongálni, ezt nem látjuk. Azt látjuk, hogy többen várakozva állnak a szabadságtéri bejárat előtt, illetve az előbb a tüntetők kísértek egy sérültnek látszó rendőrt. Azt gondoljuk, hogy talán a vízágyus autónak lehetett a vezetője is, mintha őt kísérték volna, vagy a mentőhöz, vagy a székházba. Mit láttál ebből, vagy láttál ebből valamit? Ez könnyen elképzelhető. Én ugye a szovjet emlékmű előtt álltam éppen, úgyhogy ezt nem láttam. De ez nagyon könnyen elképzelhető, most már a vízegyűs autót békén hagyják, tehát gondolom, hogy azzal már végeztek, az már tehetetlen teljesen, és mondom, most a szovjet emlékmű megrongálásával próbálkoznak, illetve hát továbbra is ég maga az épület, óriási üdvialgás, nézem, hogy sikerült-e valamit elérniük, nem úgy tűnik, hogy vége, nem tudták megrongálni az emlékművet. Rajta. A vonalban itt van Monár Péter, a tűzoltóság szóvivője. Jó estét kívánok, Péter! Mit tudnak tenni? Nem tudnak oda menni a tűzhöz? Jó estét kívánok! Hát eddig sajnos úgy tűnik, hogy nem tudunk beavatkozni. Gyakorlatilag a tűzoltók közvetlen életveszélynek vannak kitéve. Ezt természetesen nem kockáztatjuk meg egy autótűz miatt. Ennek megfelelően, hogyha a rendőrség tud intézkedni, és a területet úgymond megtisztítja a számunkra, akkor gyakorlatilag azonnal be tudunk avatkozni, nagy erőkkel kint vagyunk a helyszín közelében, arra várunk, hogy kapjunk rendőrségi biztosítást. Ugyancsak a tudósítónk azt mondta viszont, hogy nem csak ez az autó ég, hanem hogy a székház, tehát az épület is lángra kapott, ezt meg tudja erősíteni? Megerősíteni azért nem tudom, mert hogy mi nem vagyunk a helyszínen, mi a helyszíntől néhány száz méterre vagyunk, ahol az erőinket összevontuk, csoportosítottuk, felkészültünk a beavatkozásra. Mi is a híreket hallgatjuk, és a tévéből próbálunk tájékozódni. Ez alapján, amit mi tudhatunk, az annyi, hogy az épület jobb oldalán, tehát a bejárat jobb oldalánál egy ablak kapott lángra az égő személygépkocsitól, de úgy tűnik, hogy ezt belülről valaki elkezdte oltani.
egyelőre mi ezt a helyszínt megközelíteni nem tudjuk. Hát elmondjuk, hogy nem kezdték el oltani. Sőt, magát a vízágyút is, ugye, amit a rendőrség bevetett, és némileg ott csillapította a tüzet, ugye, magát a vízágyút is elfoglalták, sőt, az MTV oldalánál álló autók is égnek, és ettől bizony lángra kaphat a székház is. Önök mikor lépnek közbe? Egyébként most oda mehetnének, mert viszonylag kevés embert látunk ott az égő autók körül. Hát sajnos ez nem így működik, hogy oda mehetnénk, mi ott voltunk a helyszínen, 4 autót el is oltottunk, ekkor a tömeg a kezünkből kitépte a sugárcsövet és a tömlőt, és elindult az épületbe vele, ekkor a tűzoltás vezetője úgy döntött, hogy mivel közvetlen életveszély van, a tűzoltó erőket visszavonja, és ennek megfelelően az intézkedés meg is történt, gyakorlatilag a felszereléseinket ott hátrahagytuk, és biztonságos távolságba vonultunk. Ahogy a rendőrség megérkezik ide hozzánk, és kellő erővel tudja biztosítani a helyszínt a számunkra, ebben az esetben természetesen azonnal beavatkozunk. Tehát, hogy ne fogalmazunk ilyen körülményesen, önök akkor mennek oda tüzet oltani, mikor a rendőrök már úgymond kinyomták az embereket a térről. Mi nem szeretnénk senkivel sem konfrontálódni. Tehát a tűzoltóság egy életmentésre és tűzoltásra felkészült szervezet. Abban az esetben, hogyha számunkra nem tudják biztosítani azt, hogy a tűzoltók ne legyenek közvetlen életveszélyben, akkor mi természetesen a tűzoltók életét nem kockáztatjuk. Ahogy erre lehetőség nyílik, természetesen el fogjuk oltani a tüzet. Molnár úr, köszönjük szépen, tehát egy szóval önök is a rendőri beavatkozást várják, mint nyilván az MTV székházában annyian, akik ki szeretnének jutni. Ruzslisz Dávid, szervusz! Látod már picit mozgósítani a rendőri erőket? Szervusz, a rendőrök azok nem mozgulnak egyáltalán, oldalt vannak továbbra is. Itt az emlékműről sikerült lefeszíteni ezt a bronz dísz oldalról, ez kb. Olyan 4, talán 5 méter magasan volt, óriási űrriallgás tört ki a téren, amikor ez sikerült, sokan oda is rohantak és körbeálltak, megnézték, és ide is közelebb jöttem ehhez a szerencsétlen vízágyús autóhoz, amit hát egészen elképesztő a tömeg úgy használ, mint amikor ilyen rendőrségi bemutatók vannak, és beülhet mindenki szabadon kipróbálni, hogy milyen ülni egy vízágyús autó vezető fülkéjébe. Éppen sorbálnak az emberek, és oda becsücsülnek, és nézelődnek onnan kifelé. Mondom, egészen elképesztő kudarc, de szerintem a rendőrségnek egyértelmű, hogy alul biztosították a mai rendezvényt, és az is egyértelmű, hogy immár több órája képtelenek hatásosan fellépni. Ugye ennek a legjellemzőbb jele az, hogy 2 autó is ég egymás mellett most már a magyar televíziónál, és valóban egy ablak kelet is lángra kapott, óriási fekete füstfelhő szállt fel, és a tűzoltók pedig nem tudnak odaférni a tűzből. Így van, Dávid, ezt nem hallhattad, hogy Monár Péter elmondta, hogy addig, amíg a rendőrök nem tisztítják meg a területet, nem biztosítják az ő testi épségüket, addig a tűzoltók nem tudják elvégezni a feladatukat. Ugyan ő is azt mondta, hogy tudják, hogy ég egy autó, illetve kiégett egy autó, de azt is mondta, hogy ő úgy tudja, hogy azt a tüzet, ami a székházon vagy a székházban keletkezett, az belülről megpróbálták elkezdeni eloltani. Mit látsz ebből? Valószínű, hogy ahhoz, hogy azt a tüzet eloltsák belülről, ahhoz elég egy forralózó is, azt gondolom. Ugye itt az ablak keret, a fa rész kék maga. Ugyanakkor újra és újra lángra kap, mert előtte kint 2 autó áll egymás mellett, és lángolnak óriási lángokkal, és folyamatosan pattognak el a különböző üvegfelületek a kocsikon. Úgyhogy valószínűleg, hogyha belülről voltak, akkor folyamatosan kell oltaniuk, és hát óriási lehet a füst is oda, gondolom én. A másik pedig, amit láthatunk az MTV homlokzatán, hogyha ott a füst mellett jobbra nézel, egy árpádsávos zászlót lengetnek. Ők egyszer fölmászhattak oda valahogy? Látod, amiről beszélek, Dávid? Igen, látom, egészen biztos, hogy nem belülről jutottak föl. Le van a keresztve a rászok már hosszú ideje, és belülről rengeteg a rendőr. Tehát biztos, hogy nem belülről jutottak föl, kívülről mászhattak föl oda. Ez várjátok, mint az amerikai nagykövetséghez is megnézni, hogy itt mi a helyzet, itt viszonylag nyugalom van egyébként. A biztonsági emberek figyelik a történéseket. Nyilván ez egy kiemelten védett övezet. Itt erről, tehát ezen a részen egyébként nincsenek rendőrök. A hírtelevízió élő képein ugye azt látjuk most éppen, hogy a bejáratnál már csak néhány ember, vagy most csak néhány ember lézeng. Úgy tűnik, mintha a tüntetők keresnének újabb és újabb célpontokat. Tehát az előbb azt mondtad, hogy oda mentek a szovjet emlékműhöz, de vajon hova vonulhatnak még innen, vagy újabb támadásra készülnek-e? Nagyon nehéz ezt megmondani, a szovjet emlékmű az gondolom nekik elég kézenfekvő pont lehetett. Most ahogy elnézem, a másik oldalon lévő hasonló ilyen vízhítést próbálják majd lefeszigetni, most ide hozzák át a létrákat.
De hogy mi lesz a következő célpont, ezt tényleg nagyon nehéz megmondani. Előbb-utóbb az autók ugye elfogynak, amit nem nyújtottak fel, azt már összetörték. Nem tudom. Dávid, köszönjük szépen tudom. Egyelőre. Azt láthatjuk, anélkül mondom ezt, hogy kritikával élnék, vagy élnénk, hogy a rendőri jelenlét jelenleg szimbolikusan ez a locsoló sugár ott az MTV bejáratánál, ami kifele csurdogál, és néha egy-egy tüntető oda megy hűteni magát. Közben kapcsoljuk Várkonyi Gyulát, a Független Hírügynökség tudósítóját, aki bent van az MTV székházába. Szervusz, milyen károkat láttál? Szervusz, jó estét kívánok! Sajnos ki kell tennünk ezzel az épületből, mert gyakorlatilag lángol, és egyáltalán nem lehet most már a közelébe se férkőzni. Az előbb egyébként érdekes jelenet volt, kb. 40 fős rendőri sereg megpróbálta valahogy szabadítani a benteket rendőröket, de őket körülvette a tömeg. Azután érkezett kb. 200 fős erősítés, ők hozták ki őket, most farka szemet néznek az itteni tüntetőkkel. Egyelőre még a szovjet emlékmű környékre nem jutottak el a rendőrök, úgyhogy folytatódnak a randalírozások. Gyula, mi lángol pontosan? Az előbb azt mondtad, hogy ki kellett jönni, mert lángol, de micsoda? Belül az épületben lángol valami? Úgy néz ki, hogy előtte egy újabb autót felgyújtottak, és a lángok átterjedtek az épületbe. Úgyhogy gyakorlatilag egy kompletten egy teljes ablak, illetve ajtó felkezett ég. Nem tudjuk, hogy benn milyen károk vannak, mivel a tűzoltókat nem tudják a közelébe engedni, a tűzletek nem engedik be őket. És attól kell tartani, hogy a tűz tovább fog terjedni. De már nem tudunk az épület közelébe menni, mert egyszerűen olyan a hőség, és egyszerűen bármikor valami környezet. Tehát ezek szerint te nem jutottál be az épületbe? Én nekem nem sikerült, mert akkor gyulladt fel az egész, amikor megpróbáltunk bejutni az épületbe. Gyula, köszönjük szépen. Lássuk akkor ismét az élő képeket, hogy tudósítom, mondta, hogy akkora hőség, tehát akkor még talán hűsítő is lehet ez a vízsugár ott a főbejárat mellett. Egyszerűen, Antónia, mondd azt, hogy rosszul látunk, hogy nem történik semmi az égvilágon. Jó lenne azt mondani, hogy nem történik, de sajnos nem úgy tűnik, és nem úgy tűnik, hogy... Beavatkozás nincs. Nem úgy tűnik, hogy a tömeg tágítana, vagy úgy döntene, hogy hazafelé indul, sőt, most ismét azt látjuk, hogy az a bizonyos mag, aki mindig újra és újra nekiindul, az most megint ott gyülekezik az MTV bejárata előtt a leengedett rácsoknak az innenső oldalán. Kluzsis Dávid, te mit látsz most? Igazán, mivel nyugalmat látok, eljöttem ide a rendőrök sorfalához, az Oltán utcába, hármas sorba állnak itt egymás mellett, szorosan, egyáltalán nem mozdulnak. Elképzelhető, hogy újabb erősítésre várnak, most már tényleg találgatni sem tudok, hogy miért nem lépnek. Egy mentőautó van a MTV székház épületének a sarkánál, az ott leszövekelt, nem tudom, hogy azt nézi, gondolom, hogy a tűzben megsérül esetleg valaki, és be kell-e alatthozniuk, ők sem mozdulnak, úgyhogy most mindenki vár. És valóban úgy látjuk, hogy itt a mobiltelefonáló fiatal ember is, nyilván nem tudósító, hogy ahogy te is említetted az imént, hogy a város különböző pontjáról odaennek az emberek, és bizony ez a szomorú kép ma Budapesten látványosságá vált. És még, igen, és még mennyi ember egyébként, mert most jöttem kicsit hátrébb a környezet, hát ilyen, és itt még sokkal-sokkal többen vannak, akik nézik azt, hogy mi történik a téren. Nyilván ők abszolút nem akarnak kockáztatni, tehát kívül vannak azon a hatóságon, ahol a rendőrök esetleg intézkedni kezdenének. Egyszerűen kíváncsiak az emberek. Épp a konkurens csatorna egyik arcát látjuk a tüntető tömegben beszélgetni, és nyilván ő is csak a bámészkodók közé tartozik. Láthatják önök is, hogy hol éghet az a bizonyos kapu, amiről Várkonyi Gyula beszélt, és most már itt van a vonalban Rudi Zoltán, az MTV elnöke újra. Szervusz, Zoli! Mit mondtak nektek a rendőrök? Történik valami? Jön rendőri erősítés? Hát pontosan nem tudom, hogy mi történik az épületen kívül, csak arról tudom tájékoztatni a nézőket, a Magyar Televízió nézőit is, meg a RTL Klub nézőit is, a TV2 nézőit is, hogy a Magyar Televízió dolgozói bent készítik az adást, tehát most is tájékoztatunk arról, hogy mi történik a Szabadság téren. El kell, hogy mondjuk sajnos neked, hogy amiket most látunk ezeken a képeken, azt látjuk, hogy az épület is, az épület egy része is meggyulladt, mert meggyújtottak két autót, és onnan a lángok átterjedtek az épületre. Tudósítunk szerint egy ablakkeret ég. Esetleg nem tudsz-e arról, hogy belülről megpróbálják-e ezt, vagy megpróbálták-e oltani? Az előző, amikor a rendkívül kiadásában megszólaltam, akkor éppen a
kiradó stúdióból vitték ki a tűzoltó készülékeket, ezeket a poroltó készülékeket, mert kívülről és belülről is próbálják oltani a tüzet. Reméljük, nem kap pángra az egész épület. Azt látom, hogy az autók pángolnak kint a téren, de hogy az épület mennyi része kapott pángra, azt felülről nem tudom megítélni. A tűzoltók ugye azt mondták, hogy ők csak akkor mennek oda a térre, illetve hát az épületet, meg az autókat oltani, hogyha kellő rendőri biztosítás is érkezik, tehát ők a saját emberüket nem tehetik ki ilyen kockázatnak. Hát István, én se tűzoltó nem vagyok, se rendőr, egyszerűen csak újságíró, úgyhogy én tudom mondani, hogy a kiradó munkatársai, az este munkatársai dolgoznak, és folyik a tájékoztatás, és rajtatok keresztül is arra kérem a tüntetőket, a demonstrálókat, hogy békésen, nyugodtan térjenek haza. Magyarországon sajtószabadság van, és nem korlátozza senki a vélemény nyilvánítás szabadságát. Így van, Rudi Zoltán, köszönjük szépen. Képeket láthatnak a Szabadság térről, és ahogy látják a feliratot is, bizony tétovázik a rendőrség, nem avatkoznak közbe, nem biztosítanak annyi utat se, hogy a tűzoltók oda menjenek és rendet tegyenek a téren. Krúzsis Dávid az imént azt mondta, hogy a rendőrök az Oltán utcában várnak, ott sorakoztak fel, talán parancsra nem tudjuk. Dávid, van esetleg valami újabb híred? Hát újabb hírem az maximum annyi, hogy itt a tűz még nagyobb lesz idekin. Igazándiból most már nem tudom megítélni, hogy belül milyen károk keletkeznek. Olyan 2-3 méter magasra csapnak a lángcsóvák a két autónál, illetve a mögötte lévő épületrészbe. A rendőrök azok valóban várnak. Én azt gondolnám, még rendőrségi tudósítói tapasztalataimból, hogy nem hiszem, hogy parancsra várnak, sokkal valószínűbb, hogy erősítésre. Tehát akkor akarnak megindulni, gondolom ott is voltak azért sérültek náluk is, akkor akarnak megindulni, ha elegen vannak, ahhoz hatásosan fellépjenek. Illetve akkor is elképzelhető, hogy a kifárasztás taktikáját próbálgatják, hát ha ráulnak az emberek és egy idő után hazamennek. Ebben a pillanatban ez nem úgy tűnik, mert az a 10-20 fős tömeg az ismét olyan 30-40-50 fősre kezd duzzadni, ami az MTV főbejáratánál gyülekezik, és a Rács innenső oldaláról néznek farkasszemet a bent várakozó rendőrökkel, úgyhogy egyelőre nem úgy tűnik, mintha feladnák, vagy arra szánnák magukat, hogy hazainduljanak. Te úgy látod egyébként, hogy tovább terjedt a tűz az épületen? Én abszolút úgy látom, hogy tovább terjedt a tűz, és akik farkasztanak ezek a rendőrökre, ott igazából már nincs probléma. Tehát ők már nem tudnak mit csinálni, a Rácsok le van a keresztbe, kívül mindent összetörtek, amit össze tudtak törni. Most már szerintem a tűz okozhat komolyabb problémát, megfelsődött az épület oldala, a fal is. És hát mivel óriási fekete láng, fekete füsttel ég ez a láng, hát azt hiszem, hogy holnapra nagyon csúnya lesz a MTV épülete kívülről is. Sokkal nagyobbak itt a károk, mint amit most itt sötétben látszanak. A korom fekete füst az lehet, hogy még az autónak a maradványai, vagy a gumi füsttől, nem? Jelentően a gumi, igen, annak van ilyen füstje, illetve gondolom a belső kárpit, annak lehet ilyen színe. Rudi Zoltán egyébként az imént azt mondta, hogy a híradó stúdiójából vittek koraloltókat, és ő azt gondolja, hogy belülről is próbálják oltani, illetve azt mondta, hogy kívülről is, mondjuk ezt nem igazán tudom, mert arról volt szó, hogy nem tudnak kijönni az épületből, de hogy minden esetre belülről próbálják oltani a tüzet, ami az ablak keret körül látható. Biztos, hogy kívülről nem oltják, belülről biztosan oltják, csak ugye mivel kívülről folyamatosan táplálja a tüzet a autók tüze, ezért aztán ennek így nem sok értelme, hogy nem nagyon hatásos, amit bent csinálnak, hát arra elég lehet, hogy ne terjedjen bent tovább a tűz. És hát az is biztos, hogy veszélybe senki nincs, mert azért ez, ahogy én elnézem, ilyen egy maximum a fölötte lévő 2-3 szobánál többet nem érinthet. Dávid, közben neked mondom ezt az információt, miután rendőrségi tudósító vagy, hogy Sön Pétert, az URFK kommunikációs igazgatóját ugye többször megszólaltattuk már ma este, ma éjszaka. Eddig mindig csúnya szóval élve kötélnek át, most viszont már nem akar nyilatkozni. Ez mit jelent? Ő is érzi, hogy nem cselekedett jól a rendőrség, vagy esetleg valami olyan titkos haditervük van, amit nem akar velünk és a nézőkkel megosztani? Én egy harmadik dologra tippelek, a politikai figyelemre. Tehát a rendőrség azért ilyen esetben azt gondolom, hogy már akkor a politikai, tehát annyira a politikai figyelem középpontjában áll, hogy már nem igazán ők hozzák a döntéseket, vagy pedig az is lehetséges egyébként, a budapesti főkapitány ismerve, hogy személyesen valahonnan innen ilyen irányítja majd az akciót,
Tehát biztos vagyok benne, hogy itt most már, hogyha lesz fellépés, akkor kemény fellépés lesz, és az egyértelmű politikai döntésre fog megszületni. Dávid, éppen most mondják a szerkesztők, hogy Garambölgyi László azt mondta, hogy összeültek, üléseznek, és körülbelül 10 perc múlva ígértek valamiféle nyilatkozatot. Tehát számíthatunk arra, hogy a rendőrségtől valaki megszólal, és elmondja, hogy milyen terveik vannak. Erre várunk. Kérdés csak azt, hogy mi lesz addig itt a tűzzel. Illetve most a másik oldalon, bal oldalon is tűztől már valami. Sőt, már itt is van Garambölgyi László, Dávid. Vagy az Az Könygáz, és itt pedig már Garambölgyi László van a vonalban. Szervusz, jó estét! Mit tesz a rendőrség a Szabadság téren? Szervusz! Hát egyfelől ugye, amit a BRSK kommunikált, én ahhoz nem tudok hozzászenni a helyszíni kommunikációt egyébként is. Ők végzik, én azt a döntés sorozatot tudom elmondani, amit az országos rendőrfőkapitány helyett Szabadságon hozott. Tehát a helyszínrel további csapaterő századokat vezényünk elsősorban a rendszerzeti biztonsági szolgálattól, és intézkedés történt arra is, hogy a megyéből tovább rendőri erőket haladéktalanul erre a helyszínre kell irányítani. Ez sajnos idő, de attól a pillanattól kezdve, hogy ezek a századok megérkeznek, hát elsősorban a EBIS csapaterőiről beszélek, menetből fogják ezeket a rendbontásokat felszámolni, és hát nyilvánvalóan intézkedni a rendbontókkal szemben. Én nagyon szeretném hangsúlyozni, hogy abban van döntés, hogy akik állampolgári jogaikat, alkotmányos jogaikat törvényesen gyakorolták, vagy gyakorolják velük szemben, semmilyen intézkedést eddig sem foganatosított a rendőrség. Kifejezetten a törvénysértőkkel szemben fogunk eljárni, de ez még idő. Mennyi? Hát most ezt felelőtlenség lenne óra percre megmondani, haladéktalanul történt intézkedés, az eszkalálódott a helyzet, tehát itt egyrészt kiterjedt a helyszín, tehát itt nem csak a szabadságtéri, ugye a főbejárat előtti helyzetből van szó, hanem ez a helyszín már ide terebélyesedik, és így nyilvánvalóan szétforgácsolódnak az erők is, de most pontosan az a cél, hogy minél több olyan csapaterőt oda koncentráljunk, amelyik, mondom még egyszer, menetből tudja ezeket felszámolni, hiszen egyértelmű, hogy kikkel szemben, tehát a garázsban törvénysértőkkel szemben kell intézkedni. Garambölgyi László, csak azért kérdeztük ezt, hogy mennyi idő, mert ugye a tűzoltóság is azt mondta, hogy csak akkor tudnak odajutni, eloltani a tüzet, amikor a rendőrök már biztosították a tűzoltók védelmét. Hát itt többfajta intézkedés van egymással párhuzamosan folyamatban. Nyilvánvalóan az egyik az, hogy a életmentésnek ugye mindenképpen biztosítani kell, tehát a mentőket oda kell engedni, meg kell tisztítani a terepet, és minél hamarabb ugye ellátni a sérülteket, ugyanez vonatkozik a tűzoltókra is, de mindezt úgy kell végrehajtani, hogy miközben ugyan tévénézők is látják, hogy milyen helyzet alakult ki. Azt láttuk, hogy elfoglalták a vízágyút ott a Szabadság téren. Azt a rendőrség ilyenkor leírja a veszteségnek? De és sőt, egy rendőrt is támogattak a vízágyútól, talán ő lehetett a sofőr. Mondom, nem a kollégám van a helyszínen, itt műszaki probléma is előfordulhat, a részleteket nem ismerem, arra intézkedett az országos főkapitány helyettes, hogy valahogy más eszközzel, tehát másik vízágyúval lesz. Kortolni kell, és hát nyilvánvalóan meg fogjuk állapítani műszaki probléma, vagy egyébként azt, hogy ez nem működik. Garambölgyi László, köszönjük szépen, hogy a rendelkezésünkre állt, és most foglaljuk össze az este eddigi eseményeit. Este a tüntetők megrohamozták a Magyar Televízió székházát, kövekkel dobálták, betörték a főbejáraton az ablakokat. A rendőrök először bementek a székház épületébe, lezárták a bejáratot, és bentről vízágyúkkal próbálták távol tartani a feldühödött tüntetőket. Kint a tömeg letépte a zászlót az MTV székházról, petárdákat dobáltak, a TV épület előtt egy, illetve több autót is felgyújtottak, az néhány perc alatt teljesen kiégett. Újabb rendőröket vezényeltek ki a helyszínre, akik vízágyúkkal és könnygázgránátokkal próbálták hátrébb szorítani a tömeget. Ezután legalábbis egy időre a tömeg meghátrált, néhány perc múlva viszont újra visszamentek a lépcsőre. Az MTV bent ragadt munkatársai nem tudják elhagyni az épületet, a biztonsági szolgálat munkatársai és a rendőrök ugyanis körbezárták a székházat. Sérültjei is vannak az esti tüntetésnek, több mint 20-an sérültek meg, őket főként zúzódásokkal és könnygázok hozta sérülésekkel látták el a helyszínen. Az országos mentőszolgálat szóvivője ugyanakkor híradóknak elmondta, volt akiket kórházba is kellett szállítani.
A mentőszolgálat több autója is folyamatosan ott van a helyszínen. Rendőrök is vannak a sérültek között. Az MTV székház előtt a tüntetők rátámadtak a helyszínt biztosító rendőrökre. A budapesti rendőrfőkapitányság szóvivője a híradónknak azt mondta, tartalékos rendőröket rendelnek a helyszínre. Egyelőre azonban nem tudja megbecsülni, hogy hány rendőr próbálja visszaszorítani a feldődött tömeget. Több embert már előállítottak. Volt, akit hivatalos személy elleni erőszak, másokat garázdaság miatt. A híradókban megszólaló szinte valamennyi párt elítélte az esti tüntetést. A Fidesz szóvivője viszont azt mondta, békés tüntetésre készültek, de megérti az emberek csalódottságát. Ezt is elmondta, hogy a Fidesz nem vesz részt a parlamenti ülésen, mert nem akar asszisztálni a kormány politikájához. A szocialisták frakcióvezetője szerint a pártoknak haza kell hívniuk szimpatizánsaikat. A tüntetés ellenére Lendva Ildikó azt mondta, jól döntött, bocsánat, már nekem is megy el a hangom, jól döntött az MSZP, amikor kiállt Gyurcsány Ferenc és a változás politikája mellett, mert szerinte csak így biztosítható a politikai stabilitás. Eddig a mai nap eseményei. Még egyszer szólítjuk Kruzslic Dávidot a helyszínen. Szervusz, Dávid! Mi történik most? Azt halljuk, hogy a tömeg skandál valamit, csak nem értjük pontosan, hogy mit. Ria Hungária eskandálja a tömegképesítettek egy magyar zászlót is, és fényképezkednek a magyar televízió lépcsőjén. Viszont azt is hallottam itt valakitől, hogy éppen sajnálkozott mellettem, hogy ezt a szép, ezt a gyönyörű épületet megrongálták a többiek. Egészen elképesztő különben most már a pusztítás, maga a park is teljesen szét van verve, a magyar televízió közelebb eső fele, és hát a parkoló az abszolút. Gyakorlatilag minden kocsit vagy összetörtek, vagy felgyújtottak, a tűz egyre nagyobb, minden éghető dolgot ráholtak a két autóra, hogy minél nagyobb legyen, és most már úgy látom, hogy bent a rács szerkezet is ég, tehát hogyha belülről akarják eloltani, akkor egyre nehezebb lesz a dolguk. Ezen kívül fosztogatókkal is találkoztam, vannak akik azzal szórakoznak, hogy olyan autókat, amiket egyelőre nem nyújtottak föl, kirámolnak, kiveszik belőle az autós rádiomagnót, ez épp egy rendezői volt az autó, megtalálták a névjegykártyáját is, és valószínű, hogy nem sokára ez is arra a sorsra jut, mint a többi, hogy ezt is fel fogják gyújtani, úgyhogy ennek gazdája is sajnálhatja azt, ami ma este itt történik. A rendőrök közben még mindig nem mozdulnak, majd nem sokára elmegyek hátra, hogy megnézem, hogy mi a helyzet, de hát az épületnek a bal oldalán egyetlen rendőr sincs, hogyha szembe állok vele, a jobb oldalán sorakoznak fel. Én egyébként nem értem, szabályos tömegoszlatás eddig nem volt. Tehát senki nem szólította fel például az embereket, hogy hagyják el a teret hangos beszélőn. Általában tömegoszlatásokat ezt szokta megelőzni, csak néhányan kijöttek és visszamentek. Dávid, miközben a hírtelevízió élő képeit nézzük, azért elmondom neked, hogy Garamvölgyi Lászlóval beszéltünk az imént, és ő azt mondta, hogy felkészülnek, hogy erőt gyűjtenek. Azt természetesen nem osztotta meg velünk, hogy pontosan mire, de te mit gondolsz? Dávid, itt vagy még velünk? Igen, csak megcsapott egy pillanatra. Tehát azt mondtam az előbb, hogy Garamvölgyi Lászlóval beszéltünk, és ő azt mondta, hogy várni kell még egy kicsit, amíg a rendőrök felkészülnek, de szerinted mire készülnek fel? Hát valószínűleg, amíg elegen lesznek. Tehát úgy tűnik, hogy ez a rendezvény, ez alulból biztosítva, nem is kicsit. Tehát, hogyha arra kell várni, hogy egységek ideérjenek, mozgósítsák őket, akkor az azt jelenti, hogy addig, amíg nem érnek ide, addig ugye szabadon garázdálkodnak azok, akik ide jöttek az épület elé. És hát most tűz is van, azért én azt gondolom, hogy a veszély sem elhanyagolható. A másik dolog meg, hogy magát a vízágyús autót azt egyszerűen a sorsára hagyták a rendőrök, tehát ott hagyták a tér közepén. Azok, akiknek elvileg körben biztosítani kellett volna, hogy a vízágyús autó is visszavonulhasson, azok egyszerűen hátra menekültek. Ez számomra teljesen érthetetlen. Ilyenkor honnan mozgósítanak a rendőrök, és miért várunk lassan másfél órája arra, hogy megérkezzenek ezek a bizonyos segítőegységek? Hát feltételezem, hogy otthonról mozgósítanak a rendőrök, tehát onnan kell a embereket, nem tudom, hogy ők a kapszanyába ültek volna. Ilyenkor gondolom rendőrtiszti főiskolásokat, meg hát aktív rendőröket, egyenruhásokat is behívnak, és hát ez idő, amíg ők ideérnek. Igen, aki volt katona, azt tudhatja, hogy ilyenkor a tartalékosokat ugye otthonról mozgósítják. Tehát egy telefon, hát ha már aludt, akkor ugye fel kell az ágyból. Tehát nem egy órán belül lesz az a rendőri beavatkozás. Tehát ebben szerintem ne is bízzon senki. Közben pedig azt látjuk a képeken, Dávid, nyilván te is, hogy újabb autókat gyújtottak fel. Igen. Hát mondom, gyakorlatilag most már az összes autó ég, ami ott van elő. Talán 2-3 kivétellel. De legjobban az a kettő, ami miatt az épület egy része is megkapott.
Ezek a szomorú képek 2006. szeptember 19-én hajnali 1 óra 20 perckor a budapesti Szabadságtérről, a budapesti belvárosból. Korábban említettük, hogy ezeket a sajnálatos képeket a különböző hírtelevíziók, nemzetközi csatornák is átveszik, így sajnos a Sky News és a BBC segítségével mindenütt láthatják a világon, hogy éppen mi történik Magyarországon. Ezek korábbi képek, itt azt láthatjuk pont, ahogy az MTV székházának főbejáratán a rácsot szerették volna egy hát faltűrő kosnak látszó tárgyal belökni, vagy felfeszíteni. Korábban említettük azt is, hogy sajnos egyre több sérült van a Szabadságtéren. Korábban azt mondta Györfi Pál, hogy körülbelül 20 sérültet vittek eddig a mentőkhöz, illetve az is kiderült, hogy jó néhányakat már kórházba kellett vinni, mert súlyosabbak a sérüléseik. Rendőrök is megsérültek, illetve természetesen a tüntetők közül is többen voltak, akik az összecsapásokban voltak, akik azért, mert a kövektől sérültek meg, amiket felszedtek az utcáról a többiek, és azokkal dobálták a székházat, és nyilván egymást is eltalálták, és valószínűleg az este folyamán még egyre több sérült lesz, erre számítanak, erre készültek fel a mentőszolgálat segítői munkatársai. A tűzoltókat pedig azért nem látjuk még mindig a helyszínen, mert a tűzoltóság szóvivője elmondta, hogy addig, amíg a rendőrség nem tisztítja meg a terepet, nem távolítja el a tüntetőket, és nem biztosítja a tűzoltóknak a testi épségét, addig nem tudnak beavatkozni, nem tudják eloltani a tüzet, ami egyébként tudósítunk szerint egyre nagyobb kiterjedésű. Először az autók égtek, először egy autót láttunk kiégni, aztán módszeresen felgyújtották az összes többit a székház környékén, és két autóról a lángok átterjedtek a székház falára is. Az ablakkeret kezdett el égni, aztán Rudi Zoltán, a Magyar Televízió elnöke azt mondta, hogy belülről próbálják ezeket a lángokat oltani, de tudósítónk szerint ez mind hasztalan lehetett, mert kívülről úgy tűnik, hogy a lángok egyre magasabbra csapnak fel. Amit ott láttak kint a bejáratnál, ott vannak ugye az MTV-s kézbesítők, ezek a bevásárló kocsik, ezeket ők szokták tologatni, ebbe viszik a nagyon fontos leveleket, kazettákat, egyebeket a szerkesztőségbe. Nyilván a kézbesítő irodát ott feltörték a rendbontók a bejáratnál, és azzal szerették volna betörni az ajtót és az üvegeket, és közben, hogy mennyire lehet bentről a lángokat oltani. A Magyar Televízió elnökének védőrizetét kénytelen igénybe venni Navracsis Tiborra, a Fidesz és Juhász Ferenc az MSZP alelnöke. A két politikus a televízió esti műsora után több mint 2 órával sem tudta elhagyni az intézmény épületét a tüntetés miatt. Rudi Zoltán velük a 4. emeleti vasrácsal is biztosított helyiségben vonult el. Dávid van közben a vonalban, szerintem ő halózik. Nyilván igen. Hírei vannak. Én vagyok, Dávid. Csak azért, mert találkoztam MTV-s kollégákkal, akiknek sikerült elhagyni a tiszteletet hátul, többen is jöttek, és feldúlt állapotban. Ők azt mondták, hogy tüntetőt jutottak be, de ők, akivel én beszéltem, ő is azt mondta, hogy 5-6 tüntetővel találkozott, akik hát nem túl finoman elküldték őket melegebb éghajlatra. Úgyhogy ezek szerint tüntetők vannak benn a Magyar Televízió épületébe, és ezzel idekint tovább tart a fosztogatás, azt az autót, amit az előbb feltörtek, még mindig fosztogatják. És érdekes módon a tüntetők segítettek kiállni egy fiatal lánynak, akinek a kocsija szintén itt parkolt az MTV előtt. Igaz, hogy a félvédője az össze volt törve, úgyhogy nem tudom, hogy hogy jut haza, nem lesz egyszerű neki. Mindenesetre segítettek, hogy elhagyja a parkolót. Hogy mi történik bent, Dávid, azt talán most meg tudjuk Rendes Zoltán munkatársunktól, az RTL tudósítójától. Szervusz Zoli, te bejutottál a székházba? Még mielőtt Zoli megszólal, az MTV közben beszüntette az adását, ezt a hírt kaptuk. Folytasd, Zoltán! Jó estét kívánok! Itt vagyunk benne az MTV székházában, ahol körülbelül 500-an törtek be. Először a biztonsági berendezéseket verték darabokra, aztán kifosztották a büfét, a csoki automatát. Most éppen itt az üdítő automatát verik szét. Amikor is összegyűlt a tömeg itt a lobbyában, az előterében az MTV-nek, akkor egy józanabb, idősebb úriember fölállt egy székre, és azt mondta, hogy addig nem avatkozik be itt bent a rendőrség, amíg nem lesz fongálás. De abban a pillanatban, hogy itt elszabad utána a pokol, abban a pillanatban bejön a rendőrség, és mindenki erőszakkal kitett. Erre egy kicsit megnyugodtak az indulatok, és úgy látom, hogy ebben a pillanatban szivárognak ki az épületből a fiatalok, ez a körülbelül 500 fiatal, most olyan 200-an lehetnek, mert néhányan esgőznek a fűtébe, de elképesztő állapotok uralkodtak ebben. Megsérült-e valaki a Magyar Televízió munkatársai közül? Veszélyben vannak-e a munkatársa?
Hát az az igazság, hogy nagyon hamar fordul a tömeg. Tehát ez jellemző ezekre a helyzetekre, hirtelen megfordul a tömeg, azt hiszik, hogy rájuk futnak a rendőrök, közben esetleg csak fejjesztettek, vagy elüvöltötte magát valaki a sor elején. Ezért ugye hirtelen futnak, nagyon sokan elesnek, mindenhol vannak vértok, nem nézik, hogy valaki újságíró, vagy szépen kameraman, átrohannak rajta, és hát esünk elünk mi is éppen, de komolyabb bajunk nem történt. Annyit lehet látni, hogy mindenhol a padlón is vannak vérfoltok, itt-ott, amott, tehát azért kisebb sérülések, forzsolások, fejsérüléseket láttunk többet ezeken a fiatalokon, de elképzelhető, hogy a saját köveiktől, tehát beszéltem itt benne egy ugyancsak egy 40-es úriemberrel, aki egy józanap és békére intő ember volt itt a csoportban, és azt mondta, hogy nagyon sokszor egymást dobálják a kövekkel. Tehát, hogy nagyon szervezetten ez az egész, és sok köztük, aki csak a balhéért jött. Azt nem mondta ez az úriember, hogy miért mentek be a székházba, mi a céljuk ezzel? Az a céljuk, hogy szabad sajtót akarnak, na most ezt így azt gondolom, hogy erőszakkal nem lehet kikényszeríteni semmit, semmilyen véleményt nem lehet így kinyilvánítani, ahogy ezek a fiatalok kinyilvánították. Tulajdonképpen az MTV munkatársai ártatlanok, és mégis ők szenvednek ettől. A székház egyik szárnya ugye már a lángok mardossák az egyik szárnyát, ez a gyönyörű épület is egy nagy nemzeti érték, és hát bármelyik pillanatban elszabadulhatnak az indulatok, vannak szónokok, akik közül mindig kiemelkedik egy valamint például pulpitusra, vagy indulatosabban, vagy éppen békére intve beszél a fiatalokhoz. De igazából annyira kaotikus itt a helyzet, és annyira nem lehet tudni, hogy ki miért van itt. Nagyon sokan politikai indítatásból, sokan viszont csak a balhék kezdvére, és ott törnek, testbőznek, csokkipetnek. Ezek a szónokok vezérek is irányítják a tömeget, vagy egyszerűen csak kikiáltják magukat alkalmi szónoknak, és beszélnek az emberekhez? Én úgy gondolom, hogy ez a helyzet alkalmi szónokokat szül, a beszédükből is úgy hallatszik, nem egy összeszedett, nem egy, nincsenek rétori képességeik, egyszerűen fölállnak egy székre, és azt mondják, hogy nyugalom, ne verjünk szét itt semmit, csak úgy fogjuk elérni a céljainkat, vagy éppen azt mondja valaki, hogy roham. És az előbb éppen volt egy fura helyzet, hogy fölállt egy szónok, egy ilyen alkalmi szónok, elkezdett arról beszélni, hogy ugye ne verjünk szét semmit, aztán fölállt mellé egy másik, aki pont az ellenkezőjét mondta, és aztán leomlott alattuk a szék. Hát ilyen helyzetek vannak itt. Az első szintől, vagy a földszint az aulától nem tudtak feljebb jutni a székházfoglalók, nevezzük őket székházfoglalónak? Én úgy veszem észre, hogy itt körbe szétszélettek ezeken a folyosókon, és nem mernek beljebb menni, szerintem attól tartanak, hogy ugye beljebb a rendőrségnek biztos, hogy vannak itt erői, és ha esetlegesen olyan területekre érnek, ahol dolgozók vannak, akik még a munkájukat végzik, vagy egyszerűen így beszorultak ebbe az épületbe, akkor azok meg fogják tételni minden áron a rendőrök. Ezért én úgy veszem észre, hogy itt a körfolyósón a bejárat környékén sétálgatnak az emberek. Sokan szerintem életükben nem voltak az épületben, nagyon fiatalok jöttek most éppen velem szemben, 16-17 évesek sétálgatnak és nézik, hogy milyen ez az épület. Zoli, a szerkesztők információja szerint az MTV beszüntette az adást, vagy amúgy is befejeződött volna, nem tudjuk, de az MTV munkatársai most hova mentek, vagy hova bújtak? Én úgy láttam, hogy néhányan, amikor bejött a tömeg, kijöttek. Tehát láttam olyan belépőkártyákat, embereken lógtak a nyakukba, akik nagyon nyugodtan kilépteltek innen, mondván, hogy nekik ennyi volt mára. És kint van egy nagy kivetítő az MTV-nek, a székházának az előterében, és ezen a kivetítő folyamatosan ugye egy csík látható, és az MTV lóg rajta. Tehát adásos, hogy nem adnak. Egy 3-4 ilyen munkatársat láttam, akik kimentek abban a pillanatban, hogy az első tömeg bejött, ami besodott minket is itt a székházba. A legutóbbi információnk az, hogy nem befejezték, hanem beszüntették az adást, és a munkatársak, a Magyar Televízió munkatársai így hátsó ajtó nyilván a Nádor utca felé mentek ki. Milyen tudósítókat látszott magadon kívül, Zoli? Hát rengeteg fotós van, rengeteg... A sajtóban rengetegen kavarokat itt össze-vissza, mondom, esünk elünk a tömeggel, és láttam külföldi újságírókat, egyet beszéltem is, aki hát ugye emlegette Prágát, hogy ilyet utoljára Prágában a Vencel térre látott az antiglobalizációs tüntetésen, és hogy hát hogy fordulhat elő Budapesten. Azt hiszem, hogy mindenki meg van többenve ezeken az égő autóban itt a Szabadság téren. Ez egy megdöbbentő látvány. A televízió épületében belül
nem láttál-e lángokat esetleg? Mert ugye kívülről átterjedhettek ezek a felgyújtott autókról. Az épület jobb oldali szárnyában nagyon erős füst van, és mindenhol füstszagot érezni, de egyelőre én nem vettem észre, hogy betört volna ide is a tűz. Jó pár ablak viszont betört. Mindenhol az épületben, főleg a jobb oldalán, a jobb szárnyban elég nagy füst van. Most üvöltik, hogy tűz van, de nem lehet tudni, igen, tűz van, most még egyszer hallom, hogy üvöltik. Nem lehet ezeknek az információknak is nagyon hitelt adni. Jól mondják, mert valóban tűz van. Most maradj velünk vonalban, de szólítjuk ismét Dávidot. Dávid, te melyik részén vagy most a területnek? Mit látsz most? Hát közben besétáltam az MT-be, aztán meg ki. Tehát megnéztem azt, hogy hol juthattak be a szüntetők. Föl kellett menni a lépcsőn, ott a jobb oldal, vagy a baloldali rácsot azt felfeszítették kb. Hogy a feléig, így bárki szabadon kibejárkálhat az épületből. Borzasztó pusztítást végezott az előtérben, a beléptető portásfülkét, a beléptető rendszer azt teljesen szétverték darabjaira. Egyetlen rendőr támasztotta a pultot, őt nem bántották egyébként, és TV-s rádiót adott a kezébe, nyilván ő jelentett, hogy mi folyik benn, és hát egy oldalas fősor látszik rendőröket, hogy ott foglaltak el pozíciót, de ők sem mozdultak. Most szabadon járkálhat valóban mindenki kibe az MTV épületéből. Az épület előtt egyébként közelről borzasztó a látvány, háborús volt, hogy a vezetnek néz ki igazándiból. Van autó, ami lángol, van autó, ami a feje tetején áll, van, amelyikre padot borítottak, tehát tényleg borzasztóan néz ki ott a látvány, virágágyások hevernek mindenfelé felfordítva. Székekkel szomolták meg a bejáratot, tehát egymásra vannak halmozva. És hát ideki még mindig éget a, most már nem is kettő, hanem három autó összesen a jobb oldalon, és a tűzoltók még mindig nem kértek közel. Igen, éppen ezeket a képeket látjuk, amiről te most beszéltél. Ez korábban ugye azt mondták, hogy hermetikusan lezárták az MTV székházat, ezért nem tudnak kijönni sem azok, akik bent rekedtek. Ez nem is volt így, vagy egyszerűen megszűnt ez a zár? Hát én nem tudom, hogy hermetikusan le volt ez zárva az épület. Hátul szerintem azok, akik akartak, azok kimehettek már, mint az MTV munkatársak. Hoppá! Nagyon durrant valami most. Ez lövés volt, vagy petárda megint, nem tudod? Szerintem elképzelhető, hogy valamilyen autódarab lehetett. Vagy a benzintank újra valamelyik kocsinál, ugye? Igen, valami ilyesmi lehetett. Közben nézem, a ajtókeret most már fölig ég, a rács is, az ajtókeret is, és hát gyanítom, hogy a mögötte lévő szoba is lángolt. Dávid, egyébként az igaz, hogy lövés is dördült korábban? Ezt nagyon nehéz itt megítélni, tehát igazándiból, amikor hal az ember egy ilyen pukkanást, akkor nem nagyon tudja, hogy ez most lövés, vagy benzintank, vagy petárda. De most én nem értek annyira ezeket a dolgokat, hogy ezt meg tudjam ítélni. Tördületetekleg lövés is. Én fegyvert mindesetre senkinél, tehát tüntetnél nem láttam. Kimondhatjuk azt, hogy szabadrablás folyik a Szabadság téren az MTV székházán kívül és belül egyaránt. Hát, hogy belül mi van, én a lépcső feljáróig mentem, azt nem tudom. Tehát, hogy onnan mit hoznak ki, azt nem tudom. Ide kimondom, én annyit láttam, hogy egy autót azt fosztogattak, de azt hiszem, hogy nem ez a legjellemzőbb. Tehát igazándiból az itt lévő tömegre, és még arra részre sem, amelyik hangosan tiltakozik, nem a fosztogatás a legjellemzőbb, hanem egyszerűen a vandalizmus nevezük nevén a dolgot. Dávid, köszönjük, Rendes Zoltán belül, az MTV székházán belül. Kruzslisz Dávid, közös kollégánk az előbb bejutott az épületbe, és azt mondta, hogy ott is pusztítást látott. Te is azt láttál, folytatódik ez a pusztítás? Itt az épület belsejében valószínűleg az erős parók miatt kezdenek kifelé menni az emberek. Hát itt egy marokkai ember lézen tulajdonképpen a főbejárat mögött előtérben. Néhányan elkezdtek válogatni szövegkönyvek, forgatókönyvek, a napi posta között. Nem tudom, mit kerestek benne, vagy mire gondoltak, hogy mit találnak. Két papírt hordtak itt a vécéből, kihúzták a tűzoltó szerkezeteket a falból, és az előbb pont itt ezen a folyosón, ennek a folyosónak a végén, a jobb oldali folyosó végén robbant föl az egyik autó, gondolom, ami égett, itt 3-4 autó még mindig ég a jobb tárnál, és azóta itt egyre sűrűbb parószak van, és most terelnek ki minket, mindenki, most integetnek, mindenki kell terelni, a kollégákkal együtt most tudtunk kifelé, csugom víz az előtér, valószínűleg azért, mert oltják, és hát itt óriási a káosz a bejáratnál, mert még vannak, akik próbálnak bejönni, vannak, akik próbálnak kimenni, de azt hiszem, hogy erősebbek
felé akarnak menni, innen úgy nézem. És itt már nagyon-nagyon füst, és itt van a tűzoltók is, akik próbálnak rendet teremteni, és azt hiszem, hogy rendőrök is vannak, akik ugyancsak üvöltenek kétségbe esetten, megpróbálják megakadályozni, hogy itt tovább romoljon a helyzet az előtérben. Tehát nem sokan hallgatnak rájuk, úgy látom, mert még mindig áramlanak be néhányan, de a nagy része már kifelé megy. Úgy látszik, hogy azért a rendőrök intelmeire, hogy itt ég a ház, arra azért hallgatnak a tüntetők is. Itt már olyan kötszerű füst van az előtérben belül. A hírtelevízió képén azt látjuk egyébként, hogy a porral oltókkal próbálnák oltani azt a bizonyos lángoló autót. Belül is próbálnak oltani? Belül és senkit nem látok, aki oltana. Azt láttam, hogy biztos, hogy kövekkel dobálják éppen a rendőröket, kettő darab rendőrt beszorult, és azt láttam, hogy kiúszkodták inkább a falból a tűzoltó köveket. Tulajdonképpen, ami most volt, az itt le lett fogva a kéről, vagy szét lett rúgva, vagy ilyen különböző válogatott módszerekkel ugye szétszettek itt mindent. Ezek a képek, amiket most látunk, ezek ugye korábbi felvételek, mint ki is vannak írva. Zoli, kik mondták, hogy most akkor hagyjátok el az épületet, az MTV biztonsági őrei, vagy pedig a rendőrök, akik még egy páron ott maradtak? Igen, itt két rendőrt látok, hogy két rendőr azzal foglalkozik, hogy megszervezi az oltást, és összeszedtek néhány tűzoltópalackot, amit most kiadtak az épület elé. Gondolom, hogy azzal próbálják meg oltani a kint égő épület oldalát, martosó lángokat. Zoli, maradj velünk, de a vonalban ismét... Ne arra, hogy szabadba vágok. Maradj velünk, de a vonalban ismét Sön Péter jelentkezett. A kollégáim azt mondják, hogy most el is veszítettük. Folytasd, Zoli, nyugodtan. Tehát ahogy annyi folyik itt, hogy a rendőrök próbálnak egy igazságot teremteni, nyugalomra intenek, megpróbálnak arra koncentrálni, hogy van egy közös veszély, a tűz, meg kellene oldanunk, mert az mindenkinek ott lesz. Zoli, most én szakítalak félben, nem Antónia, megvan Sön Péter. Jó estét kívánok. Garamvölgyi László azt mondta, hogy mozgósítás van, tartalékosokat mozgósítanak. A legegyszerűbb kérdést teszem, mikor lesz rend a szabadságtéren, az MTV-ben belül és az MTV előtt? Ez a reményeink szerint minél hamarabb, valóban további tartalék erő bevonására és átcsoportosításáról van szó. Újabb erők kezelnek a szabadságtérre, és reményeink szerint minél hamarabb helyre áll a rend és a közbiztonság. Azért mégis ilyen órán belül azért úgy mondjunk valamit nagyjából, mert tényleg most már két órája azt látjuk, hogy a békés tüntetés pár ember részéről bizony vandalizmussá fajult, és a rendőrség nem tett semmit, egy vízágyú bement, hát azt is elfoglalták a randalírozók. Nézd, nem tudok ennek időpontot mondani, mikor áll helyre a rend, a kollégáim megtesznek mindent, hogy ez minél előtt a következő. Sön úr, azt meg tudja-e mondani, hogy mi lett azzal a rendőrrel, akit a vízágyúból ez rángatott ki a tömeg, nem tudjuk pontosan, csak azt láttuk, hogy éppen a képeinken most azt látják a nézők, hogy a tüntetők kísérték őt a mentőhöz, vagy a székházhoz, ezt sem tudjuk. Tehát, hogy vele mi történt? Súlyosan sérült-e? Hol van most? Kórházban? Sajnos nem tudom megmondani, hogy vele pontosan mi történt, illetve hol van jelenleg. Több sérültünk is van, mely sérült az ellátása folyamatban van. Feltételezem, hogy ennek a kollégának is az ellátása, aki a tízágyúból sikerült. Milyen fokú sérülésekről van szó? Tudomásom szerint könnyű, úgy tudom, hogy nincs életveszélyes sérülés, de mint említettem, pontos összegzés, ezt csak később tudom megmondani, hogy hány sérültünk van, illetve hogy milyenek a sérüléseik. Milyen módszerekkel fognak közbeavatkozni? Van erre minden, amit a jogszabályok a lehetősége, amit a jogszabályok megengednek, és a jogszabályokat a lehetőségekkel élni fogunk. Láttunk vízágyút, láttunk könyvgázt, ezen kívül mi jöhet szóba még? A kényszerítő eszközöknek különböző fajtái, amelyek szükségesek a rend helyreállításához. De hogy pontosan melyik helyszínen mire lesz szükség, hát nyilván az események fogják magával hozni. Mit ért az alatt, hogy melyik helyszínen? Most hány helyszínen vannak rendőrök? Hát egyrészt a Kossuth térre, másrészt pedig a Szabadságtéren és a környező utcákban is.
A környező utcákban is rombolnak, mert mi úgy tudjuk, vagy azt hallottuk a tudósítóinktól, hogy ott inkább bámészkodók vannak. Nézd, hogy pontosan melyik utcában mi történik, a rombolásról nincs tudomásom, de természetesen a rendet a környező utcákban is biztosítani kell. Természetesen ez így van, csak azért kérdezem, hogy esetleg onnan is kaptak-e olyan híreket, hogy autókat gyújtottak fel, vagy borítottak fel, vagy nekiestek a köztéri szobroknak, hiszen a Szabadságtéren ez történt. Nincs helyzetekről jelen pillanatban tudomásom, de hát itt azért percről-percre változnak az események. Tudnak-e valamit tenni annak érdekében, hogy a tűzoltók közelebb jussanak, juthassanak az épülethez, mert ott még mindig lángol az épület kívülről, legalábbis mi innen ezt látjuk. A kollégák munkáját, a tűzoltók munkáját természetesen a rendőrök megpróbálják biztosítani, amennyire ez lehetséges. Sön Péter, egyelőre köszönjük szépen, és megkérjük, hogy álljon rendelkezésünkre a továbbiakban is. Közben látjuk a Hír TV élő képeit, az MTV bejáratát láthatjuk. Rendes Zoltán, tiéd a szó. Az előbb volt szó ezekről a rendőrökről, akik a vízágyúban ültek, velük találkoztunk kifelé menet, hogy a szembe vezette ki őket a tömeg, azzal hívta ki őket a tömeg, hogy nem bántunk, gyertek ki. Kitaláltak, és tényleg nem bántották őket, hanem kivezették őket, szó szerint kivezették őket a területről, tehát innen a Szabadságtérről. Ebben a pillanatban ugye ugyanaz a helyzet, még mindig a bejáratnál, még mindig valaki jön be, sokan mennek kifelé, egyre nagyobb itt a füst, és az oltást nem megy, azt se lehet tudni, hogy íg-e az épület. Az biztos, hogy innen a bejárat felül, illetve a jobboldali szárnyból sűrű marózható füst ömlik kifelé. Most a tüntetők közül az előbb, megint felemelkedett egy úr, aki csöndre intett, nyugalomra intette a tüntetőket, és most a rendőrség valamiféle tárgyalásba kezdett itt a bejárat előtt néhány tüntetővel. Hány rendőrt látsz egyébként? Mennyien voltak odabent, és egyáltalán mennyit látsz magad körül? Bent 3 darab rendőr van. 3 rendőr, aki most az idősebbek kell tetteget itt lent, de olyan nagy az üvöltözés, és annyi helyről jön az üvöltözés, nem lehet hallani, hogy mit beszélnek. Nem is tudom, miről tárgyalhatnak. Az egyik tüntető átfogja az egyik rendőrt a derekánál. Nem jelenségesnek a szituáció. Zoli, köszönjük szépen, Kündlis Dávid. És a víz, most elkezdték, úgy látszik az oltás, mert elkezdett ömleni a víz ide az előtérbe, egy közoltócsövön keresztül, és hát most még az eddiginél is nagyobb lett a füstét. Ruzslis Dávid is ott van, a tér valamelyik szegletében. Dávid, szervusz, hol vagy most, és mit látsz? Meg tudom erősíteni, hogy megkezdték az oltást, előző forralótókkal, mert ettől is óriási lett a füst. De most a tűzoltók, a rendőrök négy átvették az oltán utcába, vagy 8-10 kocsival vonultak fel ide. Gondolom, hogy most már megkezdik az oltást erről. Egyébként elől az a tapasztalatom, hogy a tömeg elbizonytalanodott igazándiból, tehát nem nagyon tudják, hogy mit akarnak most már. Ugye az MTV épületébe bejutottak, néhányan lézengenek csak, a lépcsőn állnak néhányan, és a legtöbben fényképezkednek, tehát a legtöbben azzal szórakoznak, hogy a vízágyúnál, amit elfoglaltak, de az égő autók előtt telefonjaikkal lefényképezzék magukat és a társaikat. Azt látom, hogy tényleg nem tudják, hogy hogyan tovább. Hátul egyébként a mentők most már nagy tapasztalattal osztályozzák a sérülteket, és küldik el, itt néhány rendőr is áll, ők sigiznek, pihennek. Lehet, hogy a kifárasztás taktikája az előbb-utóbb bejön. Mik azok az őrült fények, amelyek szembevilágítanak az MTV főbejáratától? Én azt gondolom, hogy a tűzoltók lehetnek, meg maga az oltásnak a fényei. Erre gondolok én. Közben megint itt hatalmas füstöt láthatunk ugye az MTV mellett. Gondolom most ez a sziréna, ez egy tűzoltóautó hangja volt? Ezek a tűzoltóautók, hogy megpróbálnak utat csinálni maguknak, ugye, hogy eljussanak a tűzig, és rendesen megkezdessék az oltást. És maga a füst valószínűleg a legjobb tömegoszlató szer lesz, mert kibírhatatlan gyakorlatilag óriási fehér füst tárt fel jelen pillanatban. Egyébként jelentők közben eszembe jutott a rendőrök felkészültségére, hogy ilyen helyzetekben általában mindig ott a rendőrség hivatal autója, aminek a tetején ott van a kamerai, hogy ugye később azonosítani tudják a tüntetőket. Hát ezeket most nyomát sem láttam már az események elején sem, és még mindig nem jelentek meg. Úgyhogy nem tudom, hogy azokon kívül, akiket bevittek, azokon kívül a többiek ellen hogy akarnak eljárást nyújtani majd a későbbiekben.
Elképzelhető az talán, hogy ők nem készültek fel erre a szabadságtéri demonstrációra, ezekre a szabadságtéri eseményekre, hiszen arra számítottak, hogy a tömeg majd ott marad a Kossuth téren. Tehát arra senki sem számított előre a rendőrök közül, hogy netán-tán átmennek a szabadságtérre. Egyébként az azonosítás szempontjából azért a televízióknak rengeteg felvételük van, és lesz is. Nyilván azokról a fiatalokról és idősebbekről, akik ott álltak közvetlenül, tehát akik a rendbontókról. Hát azt mondom, hogy ennek a biztosításnak a tanúságait holnap le fogják vonni a rendőrök nyilván. Igazándiból azért ők tudnak mozgékonyabban is biztosítani, tehát amikor azt lehet látni, hogy egy tömeg elindul valamerre, akkor nyilván az erőket átcsoportosítják. Itt azt gondolom az lehetett, hogy eleve az volt kiadva a rendőröknek, hogy ne lépjenek fel agresszívan. Nagyon sokáig, amikor provokálták őket az elején, az égvilágon semmit nem csináltak, csak védekeztek. És tulajdonképpen mondom, igazi szabályos tömegosztatás, tehát amikor bejelentik, hogy mindenki adja a területet, az mindegy ez idáig nem volt, erre nem készültek fel. Gondolom nem véletlenül, hiszen azt mondták, azt kommunikálták, hogy ezek a tüntetések, ezek bejelentés nélkül is érvényesek a kampányidőszak miatt. Megmondom neked őszintén, hogy a saját felvételeinken is azt láthattuk itt a stúdióban Antóniával, hogy a rendőrök, akik körbeállták a Magyar Televízió székházának épületét és megpróbálták biztosítani, amikor az első és a második tüntetői roham elindult, meglehetősen rémült arccal álltak ott, és később ebből az alakzatból, mintha így talán picit, megmondom neked őszintén, fejvesztve menekültek volna. Tehát nem tartották maguk előtt a pajzsot, hátat fordítottak a küldobálóknak. Tehát tökéletesen védtelenek voltak, és ez látszott abból is, hogy hány tüntetőnél láttunk rendőri pajzsot. Sőt, az egyik közeli felvételen még az is látszott, hogy ez a rendőri pajzs bizony véres volt. Az, hogy a tüntetők martalékául vált ugye a vízágyú, ami azért nem jellemző a nyugati tüntetések rendőri biztosításánál. Tehát te hogyan gondolod ezt, Dávid? Hát a rendőrök komoly kiképzést kapnak, csak nyilván nem mindegy az, hogy egy adott helyszínen oda küldik őket, ott mi fogadja, mi várja őket. Tehát teljesen másra számítottak, ezt lehet látni. Azt gondolom, hogy ők azt csinálták, amit a kiképzésben tanultak, csak nem voltak elegen. Tehát már az sem biztos, hogy adott parancsnok, aki az elején úgy döntött, hogy mondjuk egy idő után megkergeti a tömeget, vagy beveti a vízágyút, az végig gondolta azt, hogy ehhez most van-e elég rendőri erő a helyszínen, vagy pedig nincs. Dávid, köszönjük szépen, és közben most adjuk át a szót Rendes Zoltánnak, aki még mindig az MTV épületében van. Zoli, hallasz minket? Az MTV épületében elég zavaros a szituáció. Néhány tüntető a tűzoltott kövekből elkezdett oltani, tehát összerakták a kitépett tűzoltott csöveket, és megpróbálnak vizet átereszteni, mert ez elég sikertelenül, de néhányan rajta állnak a csövön. Közben lent az MTV alaksorában rendőrök gyülekeznek pajzsal, akik valószínűleg az MTV-t biztosították eddig is belülről, ezek most itt összegyűltek, és egy rendőr delegáció járja be az épületet a több rendőr szépékkel, egyenruhások, civilek, és ezek járják be itt a környéket, és nézik a károkat, és gondolom kontrolverdek, hogy mikor és hogyan kellene ki azok az embereket, akik mindig kombol alatt ment. Folyosókban egyébként teljesen láttam ilyen ódalgó párokat, akik kéz a kézben sétálgattak és megnézték az MTV-t. Szürreális képek vannak az MTV-n belül ebben a pillanatban. Hát arra gondolsz, hogy említetted, hogy gyülekeznek a rendőrök, hogy esetleg onnan is indítanak valamiféle akciót? Mert ugye mi azt látjuk, hogy az MTV bejáratánál a lépcsőn ugyan lézeng, de ugyanúgy ott a tömeg, mint eddig. Igen, én azt gondolom, hogy ezeket egyelőre azért dugták el, mert nem lehet látni az előtérben őket, hanem le kell menni egy emeletet majdnem, amíg megpillantja az ember ezeket a pajzsos rendőröket. Valószínűleg, ha szükség van rájuk, akkor ezek följönnek egy fél emeletet, és ki tudják tolni a tömeget, meg ezt az óriási barikádot, ami ideépült már a bejárathoz. Ruzslisz Dávidé most a szó, akinek újabb információi vannak. Igazándiból én eljöttem közben ide a tűzhöz, amit eloltottak a tűzoltók mostanára. Három tűzoltót látok egymás mögé felsorakozva, és tűzoltók dolgoznak a bejáratnál, legalább 15-20-an. Úgy látom, hogy a tűz gyakorlatilag teljesen elaludt. Itt ugye a legnagyobb veszélyforrás az megszűnt. Egyáltalán most már én nem tudom, hogy be kell-e majd avatkozni a rendőröknek, vagy nem. Igazándiból azt látom, hogy az emberek itt állnak, és nem nagyon mozognak sem erre. Az is elképzelhető, hogy most már egy erélyes perszólítás az elég lesz.
persze lehetséges az is, hogy most már keményebben lépnek majd szóval a rendőrök. Mindeset az elmúlt két órában azt elmondhatjuk így összefoglalóan, hogy rendőri részről semmilyen lépés nem történt. Igen, Dávid, azt te nem hallhattad, hogy a rendes Zoltán azt mondta, hogy a rendőrök gyülekeznek az MTV alaksorában, és talán onnan szeretnének valamiféle akciót végrehajtani, vagy ez is egy akciónak a része lesz, nem tudni. Minden esetre mi is azt látjuk a Hírtelevízió élő képein, hogy van, aki még most is besétál a főbejáraton. Zoltán is azt mondta, hogy vannak párocskák, akik sétálgatnak, és mintha egyszerűen csak bejárnák a Magyar Televízió épületét, és belülről is szeretnék megnézni, bár ilyen körülmények között nem tudom, hogy mi szépet láthatnak még ott. De minden esetre úgy tűnik, hogy valamire azért készülnek a rendőrök, persze nem biztos, hogy ezt még meg tudjuk várni az adásban. Hát egészen biztos, hogy amíg a tűzoltók dolgoznak, addig nem jönnek a rendőrök. Tehát az kizártható, hogy közben ők rohamot indítanának. Az emberek pedig, nem tudom, én ezt leginkább katasztrófa turizmusnak nevezném. Tehát nincs forradalmi hevület, néha skandálnak valamit, ugye Gyurcsány Ferenccel kapcsolatban, de Isten igazándiból nem úgy tűnik, mintha bárki is tudná, hogy akkor most hogyan tovább. Dávid, azok, akik eddig rohamoztak, tehát az a bizonyos mag, akit már többször említettünk, ők most szétszélettek, vagy mit csinálnak? Szerintem zászlót lengetnek, oda benn bóklásznak. Egyelőre valószínűleg az lehet, hogy nem találták a következő célpontokat, mit is akarnak csinálni és miért. Igen, az amit korábban említettünk. Dávid, köszönjük szépen a kitartó tudósítást, és köszönjük szépen Rendes Zoltánnak is, és most Antóniával megpróbáljuk a lehetetlent néhány mondatban összefoglalni azt, hogy mi is történt ma este délután éjszaka. Fél kettő körül a tüntetők éjjel fél kettő körül behatoltak a Magyar Televízió székházába, az MTV beszüntette az adását. Helyszíni beszámolók szerint a tüntetők italautomatákat fosztogattak, megrongálták a biztonsági berendezéseket. Tudósítóink szerint, amikor a tüntetők betörtek a székházba, ott egyetlen rendőr sem várta őket. A televízió épülete több helyen lángol, a parkolóban lévő szinte összes autó ég. A televízió munkatársai elmenekültek az épületből. A helyszínről több mint 20 sérültet szállítottak kórházba, köztük rendőröket és tüntetőket is. A Magyar Televízió székházánál még mindig teljes a káosz, a rendőrök egyelőre nem avatkoztak be. Sérültjei is vannak az esti tüntetésnek, több mint 20-an sérültek meg könnyebben őket, főként zúzódásokkal és könnygáz okozta sérülésekkel látták el a helyszínen. Az országos mentőszolgálat szóvivője híradónknak elmondta, volt akiket kórházba is kellett szállítani. A mentőszolgálat több autója is folyamatosan ott van a helyszínen. Ahogy említettük, többször is rendőrök is vannak a sérültek között. Az MTV székháza előtt a tüntetők rátámadtak a helyszínt biztosító rendőrökre. A budapesti rendőrfőkapitányság szóvivője híradóknak azt mondta, tartalékos rendőröket rendelnek a helyszínre. Egyelőre azonban nem tudta megbecsülni, hogy hány rendőr próbálja visszaszorítani a feldüldött tömeget. Több embert már előállítottak. Volt, akik hivatalos személy elleni erőszak, másokat garázdaság miatt. A híradóban megszólaló szinte valamennyi párt elítélte a tüntetést, a Fidesz szóvivője viszont azt mondta, békés tüntetése készültek, de megérti az emberek csalódottságát. Azt is elmondta, hogy a Fidesz nem vesz részt a parlamenti ülésen, mert nem akar asszisztálni a kormány politikájához. A szocialisták frakcióvezetője szerint a pártoknak haza kell hívniuk szimpatizánsaikat. A tüntetés ellenére Lendva Ildikó azt mondta, jól döntött az MSZP, amikor kiállt Gyurcsány Ferenc és a változás politikája mellett, mert szerinte csak így biztosítható a politikai stabilitás. Azokkal a képekkel búcsúzunk, azokat a képeket láthatták most utoljára, amelyeket, és láthatják most is, amelyeket a Hírtelevízió élő felvételeiből veszünk át. Önök tehát a Magyar Televízió székházát látják ebben a pillanatban is Budapesten, a Szabadság téren, és azokat a tüntetőket, akik kora este kezdték meg a tüntetést a Kossuth téren, Gyurcsány Ferenc lemondását követelve. A hírek jönnek továbbra is, reggel 7-kor lesz a legkorábbi hírösszefoglaló. Hölgyeim és uraim! Lassan hajnali 2 óra van, szeptember 19-e, 5 órával később jelentkezünk, tehát élő hírösszefoglalóval. Ezekkel a szomorú képekkel fejezzük be ezt a szomorú több órás műsort. Viszontlátásra! Viszontlátásra!
Linda Brain Lines. Esőben az első. Jó estét kívánok! Továbbra is a közép-európai térségben a legmozgalmasabb az idő Európában. Itt egy gyengülő, de azért holnap még többfelé csapadékot okozó ciklon alakítja az időjárást, valamint érkezik egy front északnyugat felé, és így észak-északnyugat Európában is várható holnap többfelé eső. Ettől viszont délnyugatra, valamint északkeletre sokkal több lesz a napsütés. A csúcshőmérséklet általában 20-25, délen 28 fok körül valószínű. Az éjszakai órákban nálunk sok lesz a felhő, többfelé várható eső, zápor, nyugaton akár egy-egy zivatar is, 11 és 16 fok között lesz majd a legalacsonyabb hőmérséklet. A keleti, északkeleti szél inkább csak megélénkül, zivatarok közelében azért lehetnek erősebb széllökések is. Holnap napközben is kimondottan felhűs lesz majd az idő, nyugaton csak ritkán bújik elő a nap, keleten nagyobb a valószínűsége a napsütésnek, de itt is legfeljebb pár órás napsütés várható, a csúcshőmérséklet pedig 18 és 23 fok között valószínű, tehát azért igazán hűvös idővel nem kell számolni. A szél majd átfordul északnyugat, megélénkül, néhol majd meg is erősödik, főként itt északnyugaton, és hát eső, zápor holnap is többfelé várható, főként a Dunántúlon van arra esély, hogy egy-egy zivatar is kialakuljon, kettős ponthatás érvényesül. A következő napok már sokkal szebb időt hoznak, szerdán kezdődik a változás, nyugat felől fokozatosan csökken a felhőzet, egyre többfelé kisüt majd a nap. A nap első felében főként a keleti és a középső ország részben lesz még csapadékosabb idő, aztán inkább csak keleten, csütörtökön pedig már csak legfeljebb egy-egy zápor valószínű, és mindenhol legalább pár órás, többfelé több órás napsütéssel is számolhatunk. A hőmérséklet is emelkedik néhány fokot, és pénteken már kevés felhő lesz felettünk, kimondottan napos idő várható, és hasonlóan szép napos idő lesz majd a hétvégén is, igazi vénasszonyok nyara. Kellemes estét, viszontlátásra!